hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show! Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perccel. Jó reggelt kívánunk, drága, kicsi, apró, édes kis hallgatóink. Hello mindenkinek! Hello, sziasztok! Jani. És az ennél a méretnél egy picit nagyobbakat is üdvözlünk természetesen. Így van, mindenki, gyerekek, ami Ferko-Berkonk egy kicsit lebetegedett. Bizony, ledőlt a monolit. És szerintem pont tegnap beszéltünk arról, hogy talán kedden, hogy ugye ki az, aki bejön és köhög és nem köhög, és szerintem ezek után ő ezt most nem merte bevállalni. Nem. A kasszának ez volt a témája, hogy mit csinálsz azon kollégákkal, akik ugye bejönnek, úgyhogy Ferko egyébként hozott egy nagyon helyes döntést az életében. Így van. Ebből az ő életében nem sok van, de most ez az. Tudod, elindul azonnal a vérszívás. Nincs itt az egyik gyenge, már megy. Egyel több vagy kevesebb igazából, mindegy, hiszen akkor most van kettő. Így van. Talán a második jó döntés életében. Nem, otthon maradt, drága volt, írt reggel egy SMS-t. Jól tette. Belázasodott, úgyhogy neki jobbulást kívánunk, hát szegénykémet ledöntötte a láz. Sokat szenvedett vele, többször neki futott, hogy le tudjon dönteni egy ekkora testet, de végül is hát segédcsapatokat hívott a láz, és ledöntötte az óriást. Így van, így van. Nekem is csavarja egy picit az orromat, szerintem a tegnapi vírus atak, amit itt kaptunk. Szellőztettünk eleget, de úgy látszik, ez bizony kevésnek bizonyult. Hát ugye Ferit el is vitte a ragály, el is vitte a kór. Az óriás, pont az óriás döntötte le. Ennyi, hát bennem éhen hallak a vírusok, úgyhogy igazából azt hiszem, hogy én nem vagyok annyira veszélyeztetett, de nagyon-nagyon figyeljünk oda. Folyamatosan mondom, kérem, hogy tényleg szellőztessünk, járjunk ki ebből a stúdióból, és vigyük ki az udvar azt, és égessük el, aki szemmel láthatóan nincsen magánál. Na, igazából egy. Gyerekek, a Juli nagy vírushordozó, úgyhogy megint elő kell vennem, sajnos. De a Juli most nem is volt bent. Hát a Juli az pénteken olyan beteg volt, mint egy kehes szamár, és azt hiszem hétfőn vagy kedden már itt prüszkölt keményen. Na, csak mondom, hogy azért voltak itt elsődleges jelei másoknál is a betegségeknek, meg a különböző vírusoknak, csak mondom, tehát, hogy és picit feltűnőbben, mint Julinál, azt gondolom. Úgyhogy, de na, Juli nagy betegen bejára, úgyhogy. De jön a hétvége, és a másik pedig az, hogy Julival legalább itt nem találkozunk bent, viszont mással meg igen. Na jó, de a Szerkiben igen. A Szerkiben ott van. És a Juli a titokban prüszkölő, fejet elfordító, tudod, pulcsiba tüsszentő, mintha nem látnánk, tudod, Juli nagy betegség titokban tartó. Hát igen. Na mindegy, gyerekek, hogy engem reggel 7 órakor megint egy maláriás hírt kellett meghallgatnom, de komolyan mondom, ezek a hírek engem üldöznek. És azt hallottam, hogy viszont nem ebolás. Hát mondom, hogy haj, de jó, hát nézzük akkor a jó hírt. Nem hallottad reggel? Nem. Kiderült, ugye egy Magyarországon tartózkodó, talán cserediák, vagy nem tudom, Ákos tudja pontosabban, én a felénél kapcsolódtam be pont a hírekben, hogy kiderült, hogy maláriás. De hogy ez már itt van, tudod, hát nincs nekünk elég bajunk, hogy ott van, aha, most már itt is van, tudod, és ez így egy kicsit mostanában az embert érzékenyebben érinti, nyilván pontosan azért, mert egy hét múlva ilyenkor már leszálltunk Johannesburgba. És hát viszont nem ebolás. Na, hát ez a... Na, látod például, ez már tetszik. Arra gondoltam, hogy ezzel a hírrel 6 hét után én is elégedett lennék, amikor majd visszajövünk, vagy 8 hét után. Egyáltalán nem mindegy, hogy most az a félig töltött pohár, az most félig üres, vagy félig tele a te olvasatodban, de most ebben az esetben félig tele. Nagyon örülök neki, hogy ilyen pozitív állsz a dologhoz, legalább nem ebolás. Na, tess. Igen. Nigériai lány, szegényként. Nagyon jó. Lagos tartományból érkezett a fővárosra szeptember 8-án, kedden este rosszul lett, azonnal a Szent László kórházba vitték. Na most, ha szeptember 8-án lett rosszul, és azonnal a Szent Lászlóba vitték, akkor szeptember, igen, 27-én vagy 26-án derül ki, hogy nem ebolás? Hát ez 2,5 hétbe került, mire kiderült, hogy nem ebolás? Sok melója volt a labornak, vagy nem tudom, hát érted? Sor végére állították be. Na majd ezt az Ákost megkérdezik, mert az, hogy szeptember 8-án nem, szeptember 8-án, aha, jó van, hülye vagyok. Uh-huh. Mondj nyugodtan, hülye vagy Bali. Hülye vagy Bali. Tök igazad van. Várjál, hogy hát ha valaki nem hallotta, hülye vagy Bali. Ezt most nekem mondod? Hallod? Mi van? Mi csoda? Nem, hülye vagyok, nem tudok a szöveget értelmezni. Na. Ülj le egyes. Szeptember 8-án érkezett a fővárosba. Igen. És kedd este lett rosszul. Jó, azt mondom, az nem stimmelt, uh-huh, hogy 8-án rosszul lett, és most derül ki, hogy ebolás. Kedd este lett rosszul, azonnal bevitték a Szent Lászlóba, és ugye, hát már gondolom, akkor tegnap meg volt az eredmény, igen, na ez is stimmel, egy nap alatt meg volt az eredmény, nem ebolás. Oké, na, azért mondom, ez pozitív hír, jobbulást kívánunk egyébként a lánynak, igazából abszolút, engem... hogy ne, persze, hát ez igen, csak azt mondtam, hogy jaj, de jó, mert akkor, tehát nem ebolás, de maláriás. Hűsz reggel, tudod, indulsz nem sokára Afrikába. Jó, de ez nem fertőz. Az, hát azokat is elkülönítik. Nagyon. Az igaz.
az igaz, de szerintem a saját érdekükben inkább, nem? Mert lenyengül a szervezetük, és hogyha erre valamit még rákapnak, akkor már nem érted úgy, hogy vannak mit hiányosságaink ezen a területen? Aha, igen, de hogy ezzel akarok... kicsit jobban tisztában kellene jönni? Igazából nem akarok ilyen hipohonderré válni, hogy már mindentől rettegek, mindentől tartok. Engem egyetlen dolog, egyetlen mellékesnek tűnő információ zavar nagyon ebben a hírben, mégpedig az, hogy ez a lány is nigériai, mint ahogy egyébként Páko is nigériai, és nem tudom, emlékszem még, hogy nem emlékezni, az egész ország emlékszik rá, hogy Páko tegnap mit üzent nekünk? Igen. Na, hát úgy van. Tehát konkrétan mind meg fogunk halni, ezt apostrof, illetve ezt jósolta nekünk ugye Páko, és hát egy nigéri lány érkezett ide, lehet, hogy családlátogatásra, lehet, hogy Páko egyik rokona, és lehet, hogy Páko ezáltal már tudott valamit. Egyébként simán, vagy már Feri megfertőződött. Aha. Tehát még az lehet, hogy ez már elindult az átok, a nigériai átok Pákótól, és Feri már az első, aki tulajdonképpen szegényként dögrováson van. De hát Pákó megmondta. Ennyi, minden fogunk halni. Nincs vese, de hát az egy elég komoly korlát, ami már ugye rádión keresztül, illetve telefonvonalon keresztül is fertőz, és hogyha Feri így kapta el, akkor nagy bajban vagyunk mindannyian. Fura párhuzamok ezek, hogy pont oda megyünk, és nem hallok más 3-4 hete, csak ebolát meg maláriát, azért jó lenne megúszni. Tegnap vettél valamit a közérbe, vagy voltál vásárolni? Én nem is tudom, nem, tegnap elég nehéz napom volt, de az a durva, hogy nem emlékszem, hogy mit csináltam. Jó, mert nehéz is lett volna egyébként. Nagyon nehéz lehetett, hogy nem emlékszem. Megleplek egy bankkártyával, jó, meg egyéb iratokkal, hogyha Jézus esetleg szükséged van rá, akkor mindenképpen jó. Nem, legalább megvan a pontos címed, és jó van, igen. Nem is tudtam, hogy Sarolt anyukád második neve. Na, most van meg, igen, és nézd meg az én harmadik nevemet, még mindig Oti. Igen. A másoknak Otto, neked csak Oti. Vagy Otikám, ahogy akarod, te, az Otikámra is figyelek. Figyelj, hol hagytam? Hát itt bent. De... itt a pulton? Aha. Tehát bent a stúdióban? Aha. Figyelj, ez a vipasz egy zöldség. Csak kérdezem. A Balázsnak a kis cuccai között van egy olyan vipasz, amin egy pár cseresznye van. Ez a helyi zöldség esetek. Meg, nem tudom, semmilyen vipasz, semmilyen szórakozó helyre egyáltalán nagyon nem használok. Egyébként. Egyszerűen pofátlan bemegyek a sor elejére. Hallod? Nagyon tetszik. Nézd meg, hogy mi az, nem tudom. Étterem, vagy nem tudom, minek lehet. Aha, valido, parados, personas. Nem tudom. Akkor ez valami... Malorka. Ez van ráírva. Na, jó van, egy malorkai zöldségesbe. Figyelj, jó, szeretettel átnyomítom, hát ha esetleg van, amikor szükséged van a személyes irataidra. Örülök, hogy megvan. Megmondom őszintén, így utazás előtt egy héttel nem szívesen csináltattam volna iratokat, ráadásul szeretnék kint vezetni, úgyhogy kell a jogsi is. Hál' Istennek a bankkártya pinkódja is benne volt, úgyhogy mi is be tudtunk vásárolni. Nekem csak jöttek tegnap az SMS-ek, hallad? Hogy 600 forint, 800 forint, Lidl, meg nem tudom, Tesco. Vagy ilyen 10 pár zokni akciósa. Igen, 600 forint, 20 fekere zokni Tesco. Hát mondom, mi van? Kivásárol a kártyámat. Jaj, de jó, ennek most azért örülök különösen, mert tényleg szörnyű lett volna itt. Most még okmányirodába járni, meg bankba menni, kártyát csináltatni. Jaj, de jó. Bárhol találtad meg, nagyon látod, köszönöm. Milyen jól indul ez a mai reggel? Kezdjetek el nekem, mert a tegnapi délután volt nagyon jó, mert hogy így összeállnak a dolgok, hogy az egész élet szerintem egy kirakós játék, és amikor így helyére kerülnek a különböző kis elemek, akkor tökre örülnek az ember. Picit messziről indítom, de se baj, majd rájössz, hogy miért is keddenben volt nálunk ugye a kassa, és akkor bedobta ezt a rendszámos történetet. És akkor nem is nagyon értettem, hogy most ezt miért hozza, vagy hogy hozza. Először tényleg arra gyanakodtam, hogy ugye, mit tudom én, látta valahol ezt a QRVA11-es rendszámú fehér drága autót, hát vagy mit tudom én, vagy a Józsi 01-et, vagy ilyesmi. Igen. Aztán ma délután, nem tegnap délután pontosan, mert ma délután az még előttünk van, tehát tegnap délután a határútnál, a bevásárló központban rögzítettünk egy fotót a kedves nejemmel, amiből rögtön ki is derült, hogy miért hozta be ezt a témát a Tibi, megmondom miért, egészen pontosan azért történt mindez, mert a Gábornak úgy látszik saját autója lett, tehát nem a Tibinek, hanem a Gábornak, és hát ugye már egy autó volt a családban, és a második autónak is kellett rendszámot igen. adni. Még az egy Ford Mondeo, ha jól látom, igen. A kassa egyet nem mert elfoglalni? Igen, mert hogy az már valószínűleg meg volt, mert ugye neki van egy másik ilyen lapos autója, és akkor azt kapta meg, vagy pedig a turné buszuk, amivel egyébként járnak a vidéki haknik, amikből örvendetesen sok van, szóval kassa kettő, gyerekek. Hát ennyi. Kassa kettő. Most összeállt a kép. Szörnyek ezek a neves rendszámok egyébként, tehát hogy tudok egy-kettő röhögni, meg tényleg szellemes, de amikor a saját nevedet adod neki, vagy Öcsi 07, meg Józsi 01, meg ezek alapjából szörnyek szerintem, de a kassa kettő az... Én tökre örülök neki, hogy végre a turnéból azt jött a Gábornak, és egy saját autó, gratulálunk. Igen, csak egy kassa kettőt fölraksz mondjuk, mit tudom én, egy 458 Itáliára, vagy valahogy nagyot kasszáltál, sok pénzet adom, és egy Ford Mondeo, hogy kassa kettő. Ez egy jó kis autó, én tökre örülök neki, hogy végre egy csúra cseppet neki is, valami mentívül.
a Nágész jól él, de... A mondeók azok szépek egyébként, tényleg. Kassa 2. Tehát akkor miért nem szerintem kassa 1? Foglalt volt? Szerintem foglalt volt. Igen? Igen. Valószínűleg a piros lapos. Hát vagy kassa az apuka, és kassa 2 a gyerek. Tudod, apja, fia, és már vezet a gyerek akkora, és kassa 2. Mert a nagy kasza az az apa, tudod, és ő a kasza 2. Vagy az első 13. haviból vette az első autót, ez pedig a ez pedig a második nagy kasza eredménye lett. Igen, ahogy ezek érdekes, érdekes dolog. Kíváncsi lennék, hogy egyszer szívesen belelátnék egy olyan ember fejébe, aki nevet ad a rendszámjának, hogy ezzel mit akar kompenzálni, vagy üzenni, vagy kifelé a világnak. Kifelé a világnak, igen. Én se a neves rendszámokat, se a matricákat nem nagyon értem. Tehát én a matricáktól is meg tudok őrülni. Ez az lassú vagyok, de előtted vagyok, meg előzd meg, ha élni akarsz, meg én ezek... Igen. Úristen, tehát hogy én azoktól is behalok. Az összestől, nem? Ezek a matricák, hát, ezek a feliratok. Van köztük, nagyon van köztük kevés szellemes van. Egy-két szellemes, ezzel legalább ki van fizetve, meg stb. Az mondjuk hát, jó. Hogy, igen, de az is mondjuk, hogy így máshol nem is élne meg, csak Magyarországon. Tehát, hogy ez egy ilyen helyspecifikus rendszer. A másik tegnap meg, amin egyébként megmondom őszintén, hogy konkrétan sírtam a röhögéstől. Na. Azt én kevés ilyen Facebookon megosztott cuccra szoktam rárepülni, mert kicsit ilyen olcsónak tartom, viszont tegnap az egyik ismerősünk átküldött egy hipermarketekben rögzített kis összeállítást különböző elírásokból. És hát figyeljetek, tehát hogyha mi nem nagyon szoktunk megosztani ilyet, de lehet, hogy megosztjuk, mert hogy olyan elírásokra bukkantak, és ebből csináltak egy olyan kis csomagot, hogy én konkrétan az asztalra borulva fejeltem. Azt lehet, hogy akkor hét után, mert akkor azért mondom, ez lehet, hogy jó téma lenne, mert nagyon sok elírással találkozom én is, meg szerintem a hallgatóink is látják lépcsőházakban, mi nálunk olyan dolgokat írt ki régen a közös képviselő, hogy sírtunk rajta. Hallod? Jó, csak így ízelítenek azért kell csinálónak, hagyj mutassuk előle, van körülbelül ebből a színvonalból nem a jászmin paradicsomos szar. 89-ért, hát én azért bevállalnám. Tehát jászmin paradicsom a szar, 89 forint, én legalább 4 dobot tennék belőle. Én 14 éve vega vagyok, tudjátok, hogy azért sok mindent nem tudok enni, de hogy jó, ezekből szerintem szemezgessünk szar, biztos, hogy megkóstolnám 89-ért, az, ez egészen biztos, és itt azért a húsevőknek is ajánlanék mindenképpen egy nagyon kellemes kis sertés csontos csirkemellet. Sertés. Csontos csirkemel. Sertés, és csontos csirkemel. Hát figyelj, minden. Kicsi sertés, kicsi csirke, kicsi csont, kicsi mell. Hát nagyon, figyelj. Nagyon jó. Szívvel lélekkel termelt hazai járó alatt a banán narancs gríp. Ilyen zseniális. Zseniális. Szívvel lélekkel jó, ez a hét után átnézzük, akkor ezek nagyon... Atya úristen, rettenetesen jó. Ezeket nagyon szeretem. Nekünk volt a Újpesten laktam egy lakóparkban, és ott volt egy, nem tudom, közös képviselő, már szerintem nincs, vagy leváltották. Hát én nem tudom, hogy ő 8 általánossal, vagy hogy rendelkezett, de hogy ott, figyelj, ő mindent kevert mindennel, és állandóan kiírogatott, ez volt ez a... Tudod, ez a műanyag tábla, amire így föl lehet tűzni ilyen papírokat, és ott az minden hol van. Tehát azokra üzent állandóan, hát az egész egyszerűen döbbenet. Hát ez döbbenet. A szemétledobóban felirat, hogy a lomjaidat ne ide tedd, alattam mér, anyádért. Figyelj! Miért? Miért? Anyádért. Figyelj, a kereset előszítés, fény nem volt kérdés. Ott egyébként a beszélgetés véget egy szakadt, és nem jelent meg több lom. Mi anyád? Te nyerti. Hát akkor igazad van. Hallod, az épészétnek kell leérni. Jó, hát akkor igazad van, tovább viszem valahova. Hát most ilyen komoly érvekkel az ember nem tud vitatkozni. Na, nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatóink, mit üzennek, mit kérdeznek, kivel mi volt ma reggel, mi történt tegnap. Ugye ez a 6-tól fél hétig tartó blokk, ez mindig kicsit ilyen közszolgálati, mindenki megírhatja, milyen sorozatot néz, mit evett, mit ivott, mit nem ért, mit ért, minden próbálunk segíteni. Azt mondja, hogy fiúk, Balázs, kérlek szépen nézd rá a sorozat visszaszámlálós alkalmazásodra, hogy mikor lesz Homeland. Köszi, imádlak titeket, főleg Janit. Puszi, Dóri. Dóri, mondom neked, hogy itt van ez a TV nevezetű program, ez bárki le tudja tölteni, TV-e, és a kedvenc sorozatodat letöltöd, és megmutatja, hogy Homeland 12 nap múlva, egészen pontosan 10 nap 20 óra 34 perc, és azt mondja, hogy október 6-án indul. Tehát 10 nap múlva, október 6-án indul a Homeland. 4. évada, gyerekek. Ha valaki nem látta, akkor azt tessék, az kötelező. Tehát azt tessék bepotolni. 10 óra
10 nap 20 óra 34 perc. Ennél pontosabban nem tudok mondani. Hát ennyi. Ez nagyon, nagyon pontos. Figyelj. Volt. Egyébként, amíg kint leszünk, egy nagyon sok, nagyon jó kis sorozat lesz, meg lemez megjelenések. Én ezeket általában beszoktam írni előre a naptáramba. A sorozatokat azért írd be, mert ha lesz kint fifi, akkor ezeket gyorsan Lacival le is szedetjük, és elkezdjük. Hát vicces. Walking Dead, 5. évad, 2014. október 12-e. Írjátok be, légy. Így van, itt október 13-at ír, gondolom, hogy október 12 akkor valahol, és itt hétfő október 13, mondom neked, 17 nap, 20 óra, 33 perc. Bocs. No Sanctuary, ez lesz az első rész. De kiváló. Jó, és október közepén új Sleep Night, ezt nem neked mondom, mert tudod, nem annyira érint a dolgot. Nem érdekel. az egyáltalán nem érdekel. Viszont, igen, és még van egy Strain nevezetű sorozat, abból már az utolsó rész jön. Igen, lassan. Kiváló, viszem is ki egyébként, most 4-5 tarcsiztam el, mindegyik már megvan szépen, természetesen angolul, felirattal, magyar felirattal, angol eredeti nyelve, és ezt az egyrészt is még betározom, aztán ezt is visszük ki magunkkal Afrikába. Hagy szokják, érted? Á, persze, nézzük, csak én megnéztem abban már 10 vagy 11 részt. Jó reggelt, Otikán baj van. Nagyon jó. Zapkását eszem, terepjáróval két helyre parkolok, tenisz közben a chemtrailen szörnyűködöm. Nem akarok egy ilyen világban élni, Gábor. Hát igen, pedig ez van. De a chemtrailt én már elengedtem, gyerekek. Azon én már nem szörnyűködöm. Azt mondja, hogy igen, a maláriás hír az volt tegnap. Miért malária és ebora? Legyen magyar kor. Gulyavész. Pulitis. Pulitis. Nagyon jó. Erős pistaláz. Vagy valami Richelieu küldte nekünk. Igen, ez jó egyébként. Jó. Igen. Nagyon szép napot nektek. Sziasztok. Igen, mi a csontváz a bokorban? Jó, vicceket nem. Tehát ott olyan mélyen még nem tartunk, hogy vicceket olvassak be. Igen. Azt mondja, hogy közlekedés nézek, hali fiúk. Volt egy műsorotok, amire arról az app-ről volt szó, mert világszerte lehet keresni albérletet, vagy kiadó lakást egész éjjelre. Még egy hölgyel is beszéltek, aki többször levadászta a gyanútlan fiúkat. Uh-huh. Megmondanátok a nevét? Volt ilyen. Ez az Airburn, vagy mi volt az? Uh-huh. Mi az Ákos? Airbnb. Ez az Airbnb, azaz. De most azt nem tudod, hogy azt kérdezt, hogy a hölgy nevét, vagy az app nevét. Igen. Az app nevét kérdeztem. Igen, élek a gyanúperről, hogy egyébként a hölgyét. Figyelj, ő csak az olaszokra bukott az emlékeim szerint. Igen. Hello fiúk, amióta az abról beszéltetek, én is vettem zablisztet, és tegnap sütöttem belőle pokácsát. Jobb íze van, mint a boltinak. Itt abonyból. Én voltam augusztus 4-én a nap hallgatója, de a csomagot még nem kaptam meg. Köszi, Ica. Anna, csekkolod? Jó, bepirosoztam, ezt mindenképpen nézzük meg, hogyha tényleg nem kapott csomagot, akkor kapjon egyet mindenképpen, jó? Egyre inkább az érzésem, hogy a Balázs állampapírok és blue chipek helyett az abba fektette az összes pénzét, és ezért beszélünk erről a témáról ennyit. Hát a magyar blue chipek mindenkit megtréfálnak mostanában sokat szóra, úgyhogy nem túl kifizetődő. Gyerekek, hát ez is zablázat indítottunk el, én nincs ezzel baj. Egyébként már alig várom, hogy meg tudjam csinálni, tehát konkrét elvárási tüneteim vannak. Majd utána, mert az én tejem már benn van a mikróban, csak mondom. Jön ma egyébként a Gábor? Na, mert egy hete én is zabolok. Ezt most nem mondod komolyan. Ezt teljesen komolyan mondom. Egyetlen problémája van, hogy 3,5 kilót szedtem föl. Uh-huh. Nagyon finom, nem eszem belőle sokat, de őrületesen. De a kaja mellé eszed? Mikor eszed, vagy hogy eszed? Most reggel, most is hoztam egy ilyen kis tálba, bekevertem otthon a kis fahéjat hozzá. És csak zabol? Tehát nem, csak az igazi zabbehely, tehát nem a cukrozott ilyen műzliféle zabbehely, hanem nem, a tiszta... Teljesen jó, tiszta zabbehely, sőt még megvettem hozzá a kis kókusz akármit. Na de mivel ízesíted? Negyed van, kiló kandírozott gyümölcsel. fél kiló szilvaleklárt. Hat evőkanál kristálycukorra. Belereszeltem egy almát, úgyis nagyon finom, és így, nem tudom. De ugye, hogy jó? Nem lehet róla leállni. Figyelj, elmondtam, hogy konkrétan drog. Tehát szerotonin, dopamin, tehát egy pszichotróp vegyület van az abban, és egyszerűen ráz, és nem tudsz lejönni róla. És olyan, mint a kábítószer. Nagyon durva. Fogunk még erről a témáról beszélgetni Zahár Gáborra. Nagyon durva. Egy kis mággúbót még lesz. Igen. Szerintem a hízás nem ettől van. Tehát ez olyan kalória, hogy ezt reggel beviheted. Meg kell nézni, hogy mikor eszel, mennyit eszel, este mit eszel. Szerintem nem az aptóval. Én minden reggel eszem zabot, még nagyon sokat mozgom, de hogy nem hízom tőle, nem az aptóval. Vigyázz a cukorra, kevesebb, vagy kis mézzel, vagy agávészirup, vagy ilyeneket rakjál bele. Én biztos vagyok benne. De magában szerintem megkérdezzük, Gábor, nem hízla? Hát attól függ, hogy egyrészt, hogy mihez eszed, mennyit eszel belőle, ugyanúgy egyébként meg lehet tőle indulni.
Tehát, hogy ezt észre kell. Pont az a lényeg az egésznek, hogy, hogy azért kell belőle keveset fogyasztani, mert mondjuk 10-15 perc múlva a szervezet már egyébként amúgy is jelzi neked, hogy köszi, elég volt, az éhségérzet megszűnik, és utána pedig lassan szívódik fel a szénhidrát, tehát utána nem nagyon kell semmit tenni, és akkor működik a dolog. De figyeljetek meg, fogja ezt még nagyon csinosan, nagyon komoly arccal, mert Erős Antonia felvezetni a híradóban, hogy zabláz ütött ki Magyarországon. Zabdílereket fogott el a készenléti rendőrség akciócsoportja. Tényleg, ha jól megcsinálja az ember, érdemes egyszer megkóstolni, veszélyes, mert rá lehet kattani. Úristen, itt a zabola. Igen. Na, de. Zabola, igen. Jól van, na, elkezdjük akkor a ma reggelt. Jól lehet jelentkezni játékra, ha valaki szeretne. Írjátok meg, hol, milyen idő van, hány fok van, mi a helyzet az utakon. Minden információnak örülünk. Jó, ha valaki szeretne bennünket kihívni, tegye meg. Hogy állunk a játékkal? Fogalmam nincs, gondolom neked se, Jani. Sorry. Mi van már zabolyára az eszed, vagy mi már lefűztél? Rohadtul egyébként. Hallgatod, hogy elkezdtem sorolni a kötelezőket, és már lefűztél. A vegyőgyűlös lekvárt tettem ma reggel lent az aluljáróban, kedvenc pékségemben, és azzal szeretném már hogy fogyasztani. Hogy állunk a játékkal, azt kérdeztem. Szerintem jól állunk. Tegnap arról beszéltünk, hogy még van két esélyed arra. Egy esélyed, hogy leroncsod, meg egy esélyed arra, hogy, hogy gyakorlatilag beverduzgós összeget hallgatunk meg a koposójába. Kettő egyre megyünk? Így van. Aha. Na, majd annál. Nem olyan rossz az. Az nem, egyelőre jól állunk, igen. Oké, jól van, lehet jelentkezni a játékra. Jó, ha valakinek van kedve, tegye meg egészen nyugodtan. Mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk, drága Morning Show hallgatók! Itt vagyunk Dunaharasztin az 51-esen. Haraszt és az M0-as között van egy baleset, autó az árokban és az út szélén is egybe. Úgyhogy ott mindenki vigyázzon, mi pedig már is megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Besegítettem kicsit, igen, ne legyél. Ferine. Ne legyél egyedül. Egy kicsit. Halló, jó reggel! Szép jó reggelt mindenkinek. Feri, hello Feri. Szia Feri, pont hiányozott egy Feri a műsorból, úgyhogy most itt vagy. Azért jelentkeztem. Mi újság van Feri, honnan hívsz minket? Nyírbátor. Nagyon. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon szép hely voltam a nyáron. Na, az klassz. Milyónak. Tessék? Kicsit elbeszélünk most még így három egymás felé, de mindjárt zangolódunk. Kivel szeretné játszani, Feri? Janival szeretné játszani. Jó. Kiváló választás. Indítsuk is el az órát, jó? Tök jó. Nézzük meg, hogy mire mentek egymással. 3-2-1, és tessék. Szóval voltam Nyírbátorban a nyáron. Nem tudtál róla? Basszus, te milyen nagy vagyok, mi? Óriási vagy! Hát ez aha, hatalmas na, játék volt. Hallod, Feri, óriásit akkor játszottál. Nyertem. Mondtál valamit? Elnézést, mondtál valamit játék közben? Feri, úgy nyertél, hogy nem hallod? Is kellett semmit ne mondani, meg se szólaltál. Na, annyira sokkolt a jelenléted a műsorban, annyira összecsoptam magam, hogy valami ilyet, tehát egyszerűen, figyelj. Már a lépő, ugye? Hallod, de most komolyan. Értem. Te nem vagy az akkora, mint a másik pedig. De jó, hát az már túlzásos lenne. Igen, akkor már bele ne havazva a homlokon. Hát figyelj, ez egy nagyon gyors játék volt, és ez egy kis ajándékcsomagot jelent ez neked, jó? Köszönöm szépen. Adjuk neked. Ügyes voltál, tényleg megérdemled. Nagyon, figyelj, hallod, tényleg jó voltál. Hát, ha még játszottál is volna, meg mondtál volna valamit, hát aztán meg végképp. Figyelj, le a kalapol előtted. Igen. Köszi a játékot! Szia Feri! Csak így tovább. Ciao. Hatalmasat beszélgettünk. Igen, hát... Na mindegy, ez van. Hát azért te se tudsz visszaülni arra a bizonyos lóra. Nem. Most azért büntibe leszel, és térdelni fogsz. Én, mint a betyárok, most mellette futok egy ilyen ízére, egy ilyen kötélre rákötve, ott szaladok, aztán majd meghúzatok a múlván. Viszont ha már mondtam a havat, na. Hogy a Ferinek ugye időként be van homlozva. Hova riogatott minket, igen. Havazva a homloka, állítólag a soproniak már, hogyha átnéznek Ausztriában, láthatnak havat, mert egyes helyeken ilyen 6-8 centi már leesett. Atya Isten. Azért sokkoló tud lenni. Igen. Ránézel a naptára, aztán átnézel a határon, és azt látod, hogy a nem tudom milyen, akármilyen bergnek a teteje be van havazva. És valahogy azért nem érid meg, mert közben meg nézem a Krügerben az időjárást, ahova megyünk, és alsó hangon 30-36 fok, tehát hogy... Akkor vattakabátot ne vigyünk. Szerintem nagyon ne hozzá meleg dolgokat. 5 perc van pontosan, 7 óra jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Na. Jó, akkor.
Ezt a mindenségét, hogy beszorult ez a cicaszül. Mi van, már most Dögrováson vagyunk? Nyilván nem. Egyelőre csak Ferkóberkó. Ott nagyon sokat számít az, hogy marha meleg lesz, amikor kimegyünk. Szárazság lesz, és meleg. És az az összes kis, puhán, kis nyomorult közép-európai vírust el fogja pusztítani, amit mi oda kiviszünk magunkat. Nagyon, és nagyon, nagyon remény. Majd a kemény afrikai. Igen. És hát tudjuk, hogy ugye tulajdonképpen mi történik mindannyiunkkal. Mi már. Pákó megmondta tegnap. Meg? Az orákulum szólt. Az orákulum szólt, és elmondta, hogy mi lesz velünk. Igen. 7 óra 11 perce, jó reggelt kívánunk minden. Drága Morning Show hallgatónak, itt vagyunk egyelőre, hát nem is egyelőre, tulajdonképpen egész nap Ferénk nincs. Lábadozik otthon. Igen, a fitness pápánkat, a futóbajnokunkat, a forestünket ledöntötte egy kószabb budapesti vírus. Hát kérdés, hogy ilyen immunrendszerrel, hogy tud majd ő kint az ennél sokkal komolyabb, hát hogy is mondjam, erővel víró vírusok ellen majd ott sikeres párbajt vívni. Egyelőre nem látjuk. Most még oda csöröghetünk, hogy rendeljünk neki egy steril szobát, a helyet, amit lefoglaltunk. Igen. Egy kósza kis influenza őt most ledöntötte, de nagyon becsületesen otthon marad. És ezt én benne szeretem, hogy ő nem a munkahős, és nem akar betegen is bizonyítani. Ő egyszerűen azt mondja, hogy gyerekek, lebetegedtem, otthon maradok. Hát lehet, hogy nem sütötték át jól azt a fincsik házi kóbászkát. Az nagy baj. Lehet, hogy ezzel lehetett a probléma. De jó bulást kívánunk neki mindenképpen, holnap várjuk, hogyha nem akar a jövő héten hétfőn. Szerintem hétfőn lesz ebből. Baleset van az 51-es úton, Dunaharasztiban, a Némedi út után hatalmas, méghozzá frontális mindkét oldalt érinti. Ezt Peti küldte nekünk. Erzsébet Fasoron a közlekedés most olyan, mint az egyészakás kaland. Sokat araszolunk, kevés a megértés, és lögdösnek. István írta ezt nekünk. Aztán azt nézem, hogy viszonylag kevés egyébként a közlekedés. Rottenbiller utcában a Fiumei felé a híd előtt csatt, rendőrök ott vannak, egy sáv, lámpa nincs. Ráadásul igen, elég nagy lesz ott is a dugó. István küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Ennyit a közlekedésről, és akkor gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, hogy mi lesz Afrikában, igen, ha a fitness pápát már itt ágynak döntik, jobbulást írja Matika. Mi volt ez, Jani, jótékonysági játék? Gyönyörű harakirit mutattál be, Gyula üzente ezt nekünk. Igen, hát ez egy nagyon jótékony volt ám a reggel. Nagyon hallgatóbarát játék volt. Igen, egy bruttó 3,5 másodperc alatt sikerült odaadnod. Ezt a játékot, úgyhogy a játékosunk meg se szólalt egyébként. Ahogy mondod, hogy itt vagyok. Semmit nem csinált. Igazából nem volt esély arra, hogy bebizonyítsa, hogy jó van vagy rossz játékos. Semmire nem volt esélye, hiszen egyetlen szó sem hagyta a száját. Igen. Már 3 kilót híztam az abtól, mondta szomorúan Ákos. És a tetejében még a disznósajt ízeit is nagyon elnyomja. Kesergett tovább. küldte ezt. És aztán nem lehet vigasztalodni egy pár lángolt kolbásszal. Igen. Nem, kiderült a turpisság egyébként, tehát hogy miért hízik ő. Ugye itt panaszkodott nekünk reggel, hogy ő is elszokott az abra, ami nem panasz volt, csak mondta, hogy ő is nagyon szereti. És kiderült, hogy este eszik. Igen. És hát itt van a baj, ugye, hogy hát a szénhidrát bevitel este az már nem annyira szerencsés. És mondtam neki, este ne, reggel. Azzal nincs semmi baj. Este 8 órakor bekanalazol 3 tányér zabot, az nem biztos, hogy bizony. Hogy jó. Igen. Nagyon gyors leszel, meg fickós, meg. Iszonyatosan jól tudsz majd vágtázni, viszont hát azért a szízla. Igen, és nagy hibát költ el azzal, hogy nem kakil. Ezt csak neked mondta, szerintem én itt pont a reggelimet csináltam. És talán halva ezt örülök is, hogy nem voltam itt. Nem voltam itt a beszélgetésen. Na, viszont... Ez már jön. Már ideget. Hogy nincs több gyerekharc, ez viszont nagyon jó hír. Ez nagyon jó. Mi is nagyon sokat kampányoltunk, meg foglalkoztunk a témával, meg beszéltünk arról, hogy milyen jó lenne, ha egyébként a 14 éven aluli gyerekek nem üthetnék, verhetnék egymást hülyére, és szegények nem is ők tehetnek róla, leginkább a szülő, aki egyébként engedte ezt, és nagy mosolyol az arcán nézte végig, hogy a gyerekét egyébként pont hülyére verik a szorítóban. És úgy néz ki, hogy sikerült megegyezni egyébként, a sajtó kizárásával tartott egyeztetésen egyébként ott volt Növényi Norbert, az MMA Országos Küzdősport Szövetségének elnöke, a Bárdossi, a Felföldi Szabolcs, tehát elég sokan. És úgy néz ki, hogy nem eresztik egymásnak többé full kontakt szabályrendszerben a 14 év alatti gyerekeket. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Igen. Illetve nagyon jó ennek a dolognak végül is ilyen vége lett, mert hogy gyakorlatilag ezeknek a gyerekeknek nem ezzel kell még foglalkozniuk. Tehát, hogy persze az, hogy valaki mondjuk szimpatizál a küzdősportokkal és vágyik a tatamira, az egy nagyon szép dolog, nagyon jó dolog, meg az is nagyon jó dolog, hogyha mondjuk így a szülő ilyen irányba is terelgeti a gyereket, mert a gyerek sportoljon, ez egy tök
tök jó dolog, de ne úgy sportolni, hogy közben összetörik egymás kezét, lábát, orrát. Igen, az nem szerencsés. Megpróbáljuk a Norvit majd felhívni 7:30 után, ha ő ilyen korán fönn van, hogy mondjon erről nekünk 3 mondatot, hogy akkor ezt mennyire lehet készpénznek venni. Meg mit tudnak csinálni azon szülőkkel, akik mondjuk ebben nem akarnak belenyugodni, és találnak valahol egy olyan egyesületet, ahol tovább és egymásnak keresztik őket. Tehát, hogy, szerintem nagyon nehezen találnak már ilyet. Aha, nagyon egyszerűen nem lesz. Nem lesz ilyen, de ténylegesen ezeknek a bizonyos szülőknek el kell gondolkodniuk azon, hogy mennyire éri meg azt, hogy a saját ambícióik miatt mondjuk így a gyereknek adott esetben egy olyan károsodás éri a szervezetét, amit soha többet nem fog tudni kiheverni. Úgyhogy ezen tényleg a szülőknek kell elsősorban elgondolkodniuk. Igen. Na, mondtad, hogy van egy összeállítás, ugye? Jaj, hát kérlek szépen. Ami tulajdonképpen az interneten felelhető, és ebben helyesírási hibákat szedtek össze. És ezzel valószínűleg mindenki találkozik, vagy sok helyen találkoznak, különböző kapukon, kiírásokon, közös képviselők, amiket a lépcsőházakba tesznek, házoldalára, szórólapok, reklámújságok, vagy csak nevelési jelleggel, ugye például, hát itt nálunk is a WC-ben elég sok mindent írnak ki. Nem sikerült megfejteni egyébként, hogy ki írja ki ezeket, ez a ne lopd el a WC-kefét, hozd vissza az illatosítót, ha elvitted a mangósat, hozzál almásat helyette. Bár abban nincsen nagyon sok hiba, egyébként egészen jól ír helyesen az illető, nem tudjuk, hogy ki ő. Viszont nagyon sok helyen találkozni helyesírási hibákkal. És nem is csak helyesírási hibákkal, hanem különböző elírásokkal. És hát tegnap az egyik ismerősünk küldte át ezt a kis összeállítást, sírtunk rajta a röhögéstől komolyan, tehát rettenetesen vicces az egész szerintem, de mondjuk nyilván, amit már így hajpolnak fel az emberek, azt már az ember nem fogadja annyira viccesnek, de ez tényleg azt higgyétek el. Na. De mennyire egytől tízes skálán mennyire? Hallom, de én egytől 9-esre gondoltam. Figyelj, kedves vásárlóink, felhívjuk a figyelmüket, hogy a kelkáposzta leveleinek eltávolítása a termék rongálásának. Figyelj, ez valaki csak megeszi a levelet, hogy letépkedik? Igen, letépkedik, és lehet, hogy megkóstolják. Vagy pedig lehet, hogy ilyenkor a fonnyatabb leveleket eltávolítják, és akkor csak a friss terméket viszik el, a friss káposztát, vagy a friss salátát. Következő, egy paradicsomos halmárkáról van szó, azt mondja, hogy amit úgy hívnak, természetesen rosszul írták rá a nevét is, hogy a márkát, azt nem is mondom, hát a beazonosítható, paradicsomos szar, 89 forint. De az szó szakadt lenni, vagy? Ugye, hát de nehéz ezt így eldönteni. Szerintem inkább itt arról van szó, hogy ez egy Szardínia, és nem fér ki. Tényleg, a Szardínia, persze. Nem fért ki, és így oldották meg, hát kevésbé gusztusos, kevésbé étvágygeresztő, kevésbé csinál. 89 forintért megvásárolható a paradicsomos szar. Szerintem nem lehet, egy ilyen ajánlat mellett nem lehet elmenni. A hülyének is megéri. Egész biztos. Aztán van nekünk egy olyan kávéfőzőnk, amiben nincsen porzsák, mert hogy ez egy csökkentett áru termék, pontosan azért, mert hiányzik belőle valami. Én nem tudom, hogy egyébként egy kávéfőzőben hol szokott tartózkodni ez a bizonyos porzsák. Én megmondom őszintén, kicsit örülök. Igen, a felirat a következő: kávéfőző porzsák nélkül. 6490 forint helyett 4990. A hülyének is megéri, tényleg. Azt meg kell venni. Porzsák nélkül egyértelmű, hogy megveszed. Az egyik nagy kedvencem, szívvel, lélekkel termelt hazai áru, alatta grapefruit, citrom, ananász, banán és kókusz. Figyelj, az összeset szívvel, lélekkel csinálták. Alatt, igen, ide. Tényleg. A hihetetlen, a nyírségű kókusznál nincs is jobb. Aha, lehet kapni 1299-ért például szögletes kerekasztalt. De ezek kamu. És 1745-ért például férfi kiárusítás is van. A férfi kiárusítás 1745. Ajánlom a figyelmet, mert tudom, hogy odafigyelsz a kertedre, hogy lehet kapni már leszúrható kerti törpét is. De az egy lehet, az egy létező dolog lehet. Persze. Nem a leszúrható kerti törpe 2,99, és egyébként le van értékelve, hogy 3,99, tehát nagyon komoly. A paradicsomos halnak a vonalán tovább haladva a 99 forint, és sőt, még olcsóban is lehet kapni kakit. A felirat a következő: 99 áthúza, olcsóbb 59, felirat kaki. Az mi lehet? Ez valószínűleg ez a kaki gyümölcs, amit például az erdei madár is termel otthon, csak hát nyilván ebben az olvasatban picit furán hangzik a dolog. Tejtermékek polc, alatta ízesített alkoholok, kólafajták és energiaitalok. Természetesen a tejtermékeknél találod őket, ott keresd, hogyha esetleg szükséged van egy kis laktózra. Azt mondja, hogy fa habverő fémből 4,49-ért, nagyon jó, pumpa illatú légfrissítő, köszönjük szépen. Pumpa illatú légfrissítő, fémfaházat is lehet kapni viszonylag olcsón. Mennyi a fémfaház? A fémfaház most akciósan 39.990 a fémfaház. Aztán kilós telefon 1899-ért,
kilós telefon, ez nem kilós. Tudom értelmezni. Mi ez egy kilós telefon? Kilós telefon 1899. Viszonylag olcsó modellekről van szó, hogy látszik, hogy kifutott termék, és ezért lehet ennyiért kapni. Azt mondja, hogy van a drág válfa. Na, ez már teljesen értelmezhetetlen kategória. Viszont egész olcsó, 45%-os leértékelés, és a 249-ért van a fanadrág válfa. Én rárepülnék, ami fel annyiért kapható, mint amennyibe egyébként kerülne, azt én biztos, hogy megvenné ennyit. Itt van egy nagyon jó kis akció, fokrémet lehet vásárolni, kettőt fizet, egyet kap. Na, azt viszont meg kell venni. Te szoktál rá menni az akcióra, a kettőt fizet, egyet kap, az... Az megint megéri. Ilyen zseliális. Az mindenkinek zseliális. Megéri, igen. Egyik személyes kedvencem a sok közül, ez nagyon-nagyon felkeltett az érdeklődésem, mert szerintem most adásra nem menjünk, és veszünk állótyúkot 649-ért. Állótyúk? Állótyúk. Állótyúk. Nem tudjuk mi az, de nagyon jól hangzik. Aztán felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a hús árusításánál használt csomagolóanyag hústárolására nem alkalmas. Még egyszer a hústárolás. Tehát a húsárusításánál használt csomagolóanyag, tehát amiben a húst csomagolták, hústárolására nem alkalmas. És ott van 600 kg hús bevonva azzal az anyaggal. Nagyon. Figyelj, nagyon jó. Azt mondja, hogy van egy külön kis ketrec ebben a bizonyos áruházban árutárolására, egészen konkrétan a lopott árutárolására. És feliratozza. De ez mit jelent, hogy létrehoznak egy ketrecet? Tehát ez, hogy oda rakja be a lopott árut? Vagy akitől elveszik, azt oda berakják? Igen. Vagy az embert rakják be a ketrec mögé? Egyébként nem kicsi maga a ketrec, tehát valószínűleg elég sűrűn történik ilyen cselekmény. Következőt szeretném, hogy te olvasnál be, hogy mégiscsak rajtad kérjünk majd számon a következő szerdai értekezleten. Ez is le van értékelve, -50%-ra. Azt nem tudom beolvasni. Négy betűs G-vel kezdődik, I-vel végződik. Egyet elmondom. Van még benne egy E betű, meg egy C betű. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó termék, sőt G az eleje, vége, G, jó termék. Igen, 50 forint éreg. Hallod? Ez a G-s termék, ami C-re végződik, ez mindenkinek megéri. Figyelj, szerintem igen. Nehogy már ne vegyek egy kilót belőle. Húzni, push. Igen, hát igen, ki hogy értelmezi magát a szót. Én azt gondolom, hogy az angolok inkább tolnák ezt az ajtót, mint húznák, de mi magyarok inkább húzzuk a push feliratú ajtókat. Óriási, hatalmas piros tábla, fehér felirata, húzni, push. Bejebb vagyunk. Aztán... Ekkora szaki lehetett, aki kiírta, húzni, push. Nagyon jó. Figyelj! Azt mondja, hogy itt látunk egy polcot, tele van mindenféle viszonylag olcsó, nem annyira minőségű, leginkább ilyen tablettás minőségű borral, ilyen pöllepalackossal, és alatta pedig a következő félre elfogadjuk a gyermekvédelmi Erzsébet tudományt is. Na most ez körülbelül úgy kell képzelni, hogy láttuk a képén a 60 darab kannás bort, ugye? Ugye? Igen. Gyönyörűen csillognak, villognak, biztos litere van legalább 70 forint, és igen, a gyermekvédelmi Erzsébet utalmányt is elfogadják. Hát most érted, hát ha nem szalonzokat veszel a gyereknek, akkor legalább vigyél kannás bort. Ilyen rendeletesen jó. A DVD polc, ki van írva, horror thriller szekció, alatta Perke című sorozat. Az összes részt meg lehet vásárolni, viszonylag nyomott áron. 26 Bogyó és Babóca, 46 Eperke, és 65 Repcsik sorozat, a horror thriller, igen, felirat alatt, igen. Azért ezek nagyon kemények. Nagyon szeretek, és ki mondja azt, hogy nem szórakoztató vásárolni egy hiperbe. Ezek után. Nagyon szeretem őket. Van még? De egyelőre. Hát jó, ilyen kis finomságok. A gyerek Erzsébet utalványt a kannás bornál, az nekem a külön kedvence. Nekem a paradicsom, az szarad. Imádom. Hallod, énekálok érte, két bofára zabálom. Hát és ilyen 89 forint, én nem mondtam, hogy nem mennék. Hallod, kihagynám már ott. Isten, bárcsak elmennék és vehetnék 6 kiló paradicsom. Remélem kereskedő mennyiségbe is lehet kapni. Ja, igen, jók ezek az elírások egyébként. Megvizsgálnám egyszer, hogy pszichológiai szempontból ezeknek a leárazásoknak, átárazásoknak még van-e valami hatása, de szerintem biztos. Biztos, hogy beírnak, mit tudom én, egy drágább árat, és beírják a termék eredeti árát, de azt már úgy írják be, hogy akciós, tudod, ha a fogyasztóvédelem mondjuk nem veszi észre. És ráírják egy tejfőre, hogy áthúzzák, hogy 345, szerintem... és beírják, hogy 178, és közben annyit ér egyébként, csak ugye fölé írják, hogy akció, és áthúznak egy irreális árat.
és nem azt nézett, hogy az irális ár valóban irális, hanem azt nézett, hogy akció, tehát hozzányúlt. Hogy ezzel például a fogyasztóvédelem mit csinál? Szerintem ennek nagyon sokan bedőlnek. Hát szerintem ez még mindig egy hihetetlen hívószó, az, hogy akció, tehát biztos vagyok benne. Ha mondjuk egy teszt jellegű írták volna ki azt ott a fokrémeknél, hogy kettőt fizet, egyet kap, akkor, és látják az emberek az akció feliratot, kettőt fizet, egyet kap. Biztos, hogy anélkül, hogy értelmezték volna a szöveget, telerakják vele a bevásárlókocsit, oda mennek a pénztárhoz, és aztán ott döbbennek egyet, hogy ja, bocsánat, de egyébként ez pont kétszer annyiba kerül, mint hogyha egyesével venné meg így. Igen, igen. Egy-két SMS még, mert a hallgatóink is tapasztaltak hasonló dolgokat. Ugye helyesírási hibákkal mi már egyébként egy pár héttel ezelőtt foglalkoztunk, de nem lehet megunni, viszont itt vannak olyan hozzászólások, amik szintén nagy áruházban vettek észre a hallgatóink. Nagy áruház, végeláthatatlan alkoholpolcra következő volt kírva, iskola kezdési akció. Iskola kezdési akció. És ilyen tudod, 600 ezer Bacardi, mit tudom, rum, viszkire, 60 millió tömény, iskola kezdési akció. Hallod, érted. A szülőket egyébként mentálisan megviseli. Tehát az, hogy a szülő otthon tudjon este egy kicsit turbosítani, egy kis viszkivel, hát ez a gyerekekről nem is beszélve, hát milyen gyomoridegen mennek már be az első tanítási órára, ha még az csak egy osztályfőnök is. Érted, előtt azért lenyom az ember egy kicsit gyomorkeserű. Igen, Beti küldte nekünk a legjobbat. Én tegnap láttam, nagyon jó, szeretem, ez a legjobb, Tibi ízű tejcsokoládé. Kiváló. Kiváló. De lehet a Gábor ízű? Aha, vagy igen. A Józsi ízű? Aha, szerintem a Józsi ízű egyébként nagyon jó lehet. Szerintem nagyon finom lehet. Biztos van a ízé is, ahogy hívják bala, olyan változat például a Tibi ízűből, hogy mit tudom én, after eight. Abból én már nem venni. Igen. Azt mondja, hogy tegnap láttam az egyik nagy áruházban az állateledel osztályon kírva a Riga kutyagumi 599. Sajnos ránézésre sem tudtam megállapítani, mit akar ez az elnevezés. Riga kutyagumi 599. Nincs oda? A legjobb, amit olvastam, igen, ez egy másik, ez egy hirdetés, ez a ház eladó. Összkomfortos, kétszobás, nappal is fürdőszoba, külön WC. Érdeklődni itt, ezen és ezen a számon. Micsoda? Mindez egy gesztenyefára tolnám. Egy ABC előtt, mellette egy kocsma, sehol egy ház. Hát nagyon jó. Igen, lehet, hogy lehet, hogy gesztenyefán valahol volt egy odu, és a mókus árulta. Nappal is fürdőszoba, külön WC. Érdeklődni ezen a szám. Zseniális. Sehol egy ház, nagyon jó. Láttam olyat, hogy arcápolás felirat, alatta pedig csak óvszerek. Nagyon jó, nagyon jó. Forró ájsztea, állítólag nagyon sok helyen van kiírva. Forró ájsztea, szintén nagyon sok helyen van. Igen. Szaloncukor akció, régjár 579 forint, újjár 579 forint. Árengedmény nulla. Ez így kiírva. Na, ennyi. De legalább korrektek. Figyelj, tartja az árát. Ez egy minőségi termék lett. Dobozos sör, 225 plusz üvegbetét. Hát, vagy annyira okos vagy, hogy visszaviszed. Sajtos rúdban összetevő, búzaliszt, hidrogénezett növényi zsír, sajt, élesztő, cukor, tojáspor és intenzív tornádó. Hát nagyon komplex. Majd megkérdezzük a Gábort, hogy ez veszélyes lehet ránk nézve. Beszippant-e valaki? Van még egy kis búzafehérje, nem tudom, lisztjavítószer, és hát az intenzív tornádó. Intenzív tornádó, és nyomokban Dorotit és Totot is tartalmaz. Illetve egy éjszaki boszorkát. Igen. Szintén elküldték nekünk a hallgatóink István, hogy tényleg ki van írva egy marketben, iskolai akció alatta viszki, egyet fizet, kettőt vihet. És itt van egy nagyon jó Tesco gazdaságos ízű energiaita. Azért az is milyen lehet. Az is, annak is milyen íze lehet. Igen. Debrecenben kórházi kiírás, az ajtót csúgd meg. Csúgd meg. Nagyon jó. De most tényleg ki az a paraszt, aki nyitva egy kórházba az ajtót? Így van. Hát tessék megcsukni azt az ajtót. Hát most komolyan, mert én is a kórházba lenni, kikérném magamnak, hogy ott cúg van, nem? Érted, hát nem állod, gondolom, feküdni. Mindig gondolom, hogy valaki ezt megnyitja. Érted, ahelyett, hogy megcsuk. Igen. De jók vannak, úristen. Már nyert, hogy ez esemes van. Igen. Lehel piac, lódisznósajt akció. Csontos csirkemelfilé. Csontos csirkemelfilé. Tetyós kiírás, csontos csirkemelfilé. Na, ennyi. Hát nem bíznak semmit a véletlenre. Filé, de ha találsz benne csontot, le tud beperelni őket. Na, hát ez rá volt írva.
és értem, félrenyeled, és aztán történik valami. Igen. Ez a leszúrható kerti törpe, ezt megkaptuk több helyről, ezt megnéztük, ez megvan. Igen, igen. A leszúrható kerti törpe. Ez igen. Létezik, ez létezik. Hogyha ki akarja valaki élni otthon az ilyen irányú perverzióit, akkor megteti kerti törpével. Igen. Minőségű karnásborok polcon kiírva, alapvető élelmiszerek. Kozák követem. Hát de nem. Hát, valahol kinek igen. Kinek a kenyér vagy a tej, kinek a karnács vagy. Kinek ez a löblöge. Ezzel sincsen sem. Boldog csirke kapható. Boldog csirke. Na most... jól tartották, és hát, jó takarmánytevet, és boldog volt? Igen, nem tudom. Hát kikelt minden tojása. Igen. Anna, gyere be, ezt mondd el nyugodtan. De ez nagyon jó, amit Anna ír egyébként. Ő is vásárolt egy napszemüveget, és érdekes dolog. Közben, bocsánat, ruhaosztály, színes fink. Ruhaosztály, színes fink, 1990 forint, fehér fink, 1490 hát, forint. Hát hallod, érted, azért meg kell, a minőséget meg kell fizetni. Érted, aki eredeti, személyre szabolta, és egy nagyon mondják, feltűnő jó. Fingot szeretne, az azért 1500 forint. Gondolkoztam, hogy beújtok néhány fehér fingot, mert azért egy picit már 1490 forintra hülyének is megér. Ki tudja, hogy Afrikában miért kapunk. Igen, füstéző párizsi, hát ez egy szomorú dolog, erről a Gábor is sokat beszélt. Igen, igen, hát ez valójában létezik, igen, hát itt egy fajta füst aromát használnak, és tulajdonképpen aroma egy ilyen adalék anyag formájában adják hozzá a füstízt, ez is egy elszámot jelent egyébként. És amikor te azt érzed a párizsin, hogy az füstölt, akkor azt gondolod, hogy mint a bükkfán füstölt, mint egy jó sajt, vagy egy jó kolbász, de nem, ezt már ugye lelocsolják őket, vagy lesprézik őket egy ilyen aromával. És hát ettől lesz füstízű a párizs, ez egyébként tényleg van. Füstízű párizsi. Azért az is nagyon. Van egy kedvenc, nagyon szeretjük, ez is SMS-be jött, matróz ízű rum. Na. Az milyen lett? Anna, nem jössz? Nem hát az csak egy nagyon hosszú nap végén kóstollál meg. Anna vett egy napszemüveget, sport napszövegként árulták, az utasítás így kezdődött. Napszemüvegként ne használja. Ezt te vettél egy ilyen, de megvetted? Igen, hallgató is írta, és esküszöm, hát nem vettem meg. Hát napszemüvegként ne használj napszemüveg. Hát milyen már? Mondjuk jó, hogy elolvasod legalább a használati utasítást. Aminek nem olvasnám el a használati utasítását, hát egy napszemüveg. Mert úgy nem gondolnád, hogy van benne új, nem? Hogy nem mossa ki vagy. És az volt az első mondat, hogy napszemüvegként ne használja. Így van, hát de gondolom, milyen szűrő lehet benne. Egyszer is vége. Tehát a látásodnak annyi. Atya úristen. Igen, mert ugye hát kitágul a pupillád, de ha nem szűri meg, akkor a pupillád nagy erővel persze. Nyeri el a sugarakat, igen. Igen, meg fémfaház kapható, ilyet is láttam. Azt igen, néztük, ez volt, igen. Ja, mondtátok, ja, bocsánat, pont hallgatóval, de fémfaház. Ilyen is volt hívva. Ott miből van, fából vagy fémből? Vagy 50-50, vagy ez hogy van? Atya isten. Na jó, sikerült Orbit elérni? Nem, küzdök. Jó, 9 után akkor lehet, hogy rácsörünk. Jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Óven bácsira, Berúrénire lehet jelentkezni, egészen nyugodtan, ha valakinek van kedve, és szeretne egy ajándékcsomagot nyerni, akkor tegye meg, hogy jelentkezik SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 43 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát igen, szóval, uh-huh. Hogy hát igen, uh-huh. Ezen a dalon is túl vagyunk. Azt mondja, hogy nagyon sok SMS jön, még igazából zárni akartuk a témát, de nem tudjuk abba hagyni. Rengeteg elírás, rengeteg vicces dolog. Ugye a különböző hiperekben próbáljuk összeszedni, hogy milyen helyesírási hibákkal, elírásokkal, elütésekkel találkozik az ember. Szenzációs dolgok jönnek. Párommal vásároltunk egy központban, venni szerettünk volna vajkrémet, meg is találta a nádudvari vajkrémek helyett a nádudvari vakrémek. Néven megtaláltuk, az amit szeretünk. Az lehet. Nádudvari vakrémek. Hát abból legalább két dobozzal szeretne az ember venni, igen. Felirat egy szegedi belvárosi fogorvosi rendelőn. Fogsor javítás. Helyben megvárható. Hát, megkérdezem. Egy jó szakembernek. Két vannak, amelyen nagyon sértek. Hát, értek, kicsit szórva a sarka. Le tudna róla picit köszönülni. Megpárom, nagyon sértem, csak mennem kéne egy megbetörésre. Gyönyörű felirat, nagyon szeretem. Csempe kapható, 12.000 forint per köbméter. Más. Hát más, hogy hát számolnak. Hát, jó, hát négyzetméter, köbméter. Nincs ezzel igazából. Ennyi. Bababiskota, magozott. Nagyon, igen. Nagyon sokan elküldték, élőhal 599 forint per kiló, és egyetlen egy hal van a medencének az alján, az is döglött. Nagy klasszikus. Igen. Csemegepult, szó elválasztás, láttam, tényleg így van, írja egy hallgató. Marha vékony, kötőjel Bél. Hát nagyon jó. Marha vékony, kötőjel Bél. Igen. Aztán szintén egy hiperben láttam, őszinte csirke párizsi. Hát, most miért hazudjon? Abba az van, ami. Érted?
Nem túl jó, de legalább nem kertelnek. Nem beszélnek félre. Májgom, bócleves. A termék címkéért, májgom, bócleves. Atya úristen. Hát igen, szóval gyönyörűek vannak egyébként tényleg. És van a, van azt, azt nem, az hol van? Mi az? Rozmárfejű? Mi az? Rozmárfejű pont? Rozmárfejű? Rozmárpisztráng fejjel. Igen, mondom az árát, rozmánk pisztráng fejjel 2499. Viszonylag olcsó. És milyen érdekes. És milyen érdekes jelenség. Igen. Rozmár pisztráng fejjel. Azért azt megnézném, nem? Picit felirat. Igen, ura mutáció, de azért szerintem érdemes lenne megnézni, csak ne engedjük közel hozzá a gyereket, és ha már a gyerek így beugrott, akkor közeleg a karácsony, és ha úgy érzed, hogy a gyerek valamiért kezd apátiába zuhanni, akkor nyugodtan lecserélheted, mert lehet kapni vidám gyerek 2 méter. Vidám gyerek 2 méter? Egy 2 méteres vidám gyereket 199 forintért. Hát én lehet, hogy a kettőt. Érted, mert a jókedv ragadós. Meglepően olcsó egyébként, igen. Ja, Istenem, na jó van, oké. Buszokon, kérjük adja át a helyét, és ott van alatt egy tolószékes piktogram. Hát azért őket kiszállítani a székből, nem? Igen, kicsit durva. Jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Oké, már is játszunk még hozzá Óven bácsival és Beru nénivel. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Azért az is nagyon szép. Búváróra nem vízálló. Hát, ne akarjál vele vízbe. Hát, de most komolyan, hát, érted. Mindenek a határa. Minden nem lehet. De nézd meg, hány fok van kint a szabadban, érted? Nézd meg, milyen a vízhőmérséklete, ha bedugod a lábad, de vízbe ne tedd az órát. Óriási. Óriási. Igen, csuklószorító helyett csiklószorító. Az sem mindegy. Úgy érzem. Szerintem nem viszünk haza egyet-egyet. Így van. Hát a praktikus és élvezetes. Én hordtam régen ilyet, de nem tudtam, hogy így hívják. Halló, jó reggelt! És rossz helyre adtad. Igen. Jó reggelt, sziasztok! Hello, Messi, jó reggelt! Sziasztok! Messi, mit csinálsz? Hát most éppen titeket hallgatlok, egyébként egy drogériában dolgozom. Egy drogériában dolgozol? Igen. Na, hát biztos ott is vannak elírások, nem? Vagy gondolom, hogy az ember néha belefut? Hát bele szoktunk néha, de nagyon-nagyon ritkán, szerencsére. Igen, most látom, hogy Halloween tök helyett lehet kapni halogén tököt is egyébként. Hát, sokkal szebb a fénye. Nagyon fárasztó, de nagyon csak nem szabad belenézni. Mit csinálsz egy drogériában? Mesi, eladó vagy? Vagy raktáros, pénztáros, pultos? Főpénztáros vagyok. Főpénztáros. A főpénztáros az mi megkülönbözik a másik pénztárostól, a hagyományostól, az átlagostól, hogy te hát nagyobb címletű banki egyeneket is? A kasszában, én pedig a beérkező pénzekkel foglalkozom, átveszem, pénzt kérek az üzletközvény, meg ilyen hasonlók. Tehát hogy te egy láthatatlan helyen ülsz, és kezeled a nagyobb pénzeket, ugye? Igen. Aha. És amikor a menzás horbálnak a pénztárosok, és meglátják, hogy te megérkezel, akkor így előrengednek? Figyelj, képzeld el, hogy én járok egy ilyen drogériába, mert elég sok mindent szoktam venni, nagyon sokat babrálok a női oldalon mindig. Uh-huh. Rengeteg dolgot vásárolok magamnak, és van egy biztonsági őr, aki mindig követ. Hónapok óta jön utána. És elgondolkoztam, azért megkérdezem, hogy esetleg lehet-e köztünk valami, vagy szeretnél valamit, essünk túl rajta gyorsan. Nem csávó. Szerintem nyugodtan, menj oda hozzá, kérdezz meg tőle, hogy mit szeretne. Meglátja, hogy ott vagyok, de nem azt nézi, hogy mit veszek, mert nem érdekli. Kifejezetten látom rajta, hogy azt figyeli, hogy lopok-e. És hónapok óta, mindig mikor bemegyek, akkor folyamatosan látom, hogy jön utánam. Nézi a tükröt, nézi a kamerát, szentül meg vagy róla győződve, vagy lopok? Hát nem, oda menni hozzá. Nem, arra gondoltam, hogy egyszer tényleg ellopok valamit, hogy essünk túl rajta, hogy berángat hátra. Szerintem nem erről van szó. Miről van szó? Ő azt hiszi rólad, hogy te egy transvestita vagy. Nem csávó, ez a transzexis. Ja, hát, hogyha ő részegen vagy, akkor meg pláne. De nem, látom rajta, hogy úgy követ egyébként, hogy közben gyanakszik. Tehát az jár a fejében, hogy hogy tudna lebuktatni. Tehát nem úgy követ, hogy kíváncsi, hogy most veszek-e nem tudom, mit tudom én tényleg egy stiftet magamnak, vagy egy vaxot, vagy valami, hanem látom rajta, hogy stikában figyeli azt, hogy zsebre teszek-e valamit. Jó estét, ez a sunás szakaszám.
De a férfi szakaszra megyek, ott is követ. Mindenhova jön utánam. De mindig csak tisztes távolságból, és mindig úgy csak, hogy rálásson arra, hogy mit csinálok. Ha nem, akkor most az a durva, hogy egymást figyeljük, mert én is figyelem, hogy ő mit csinál, akkor viszont a tükröt figyeli. Folyamatosan nézi a tükröt, hogy merre mozgom. És nem tudom megfejteni, hogy miért. Ezt csinálta a Wundersőt, ez képes ez mindenre. Ez még lopni is fog. Ha láttuk azt a szemetet, rohagyom. Nem nálunk valós biztos téged, még nem láttalak nálunk Jonit, azt annál inkább. Nálatok, láttad a Jonit? Hozzátok járunk, lőrinciek vagytok? Igen, lőrinci vagyok, igen. Anna, lőrinci lakom, de te mondom, király. Nem dolgozom. Most tettem meg egy májkrémet, amit nálatok vettem. Nálunk májkrémet, és finom volt. Vélet vagyok, valamelyik pénztáros tette le biztos. Hova? Várjál, azt mondom, hogy nem májkrém, hanem, az nem májkrém, hanem cipőtisztító zseli egyébként. Csak tényleg? Picit elnéztem. Aha, igen. De a többieknek is nagyon íz lett. Nálatok van biztonságőr? Van biztonságőr, Mesi? Van, természetesen. Hm. És hogy még nem kapott el? Mert most még nem dolgozom, majd délután megyek be dolgozni. Nem téged a Jani magára kérdezte, nem téged nem kapott el a biztonságőr. Hogy van az, hogy mi... Várj egy kicsit, Messi, csak valami fontos dolgot meg kell beszélni. Hogy van az, hogy mindenki lőrinci? Én ezt nem értem, Balázs. Ezt most komolyan mondom, mondd meg nekem, hogy... Nem értem. Azért itt vagyunk, nem tudom, 93 ezer négyzetkilométeren. Hogy? De én ezt nem értem. Hogy van, hogy minden héten legalább három lőrinci? Lefizettek? Megvettek? Nézd, hogy melyik a drogériába 10 után? Hát most mit mondjak erre? Értem. A sunás szakasz, ahogy te mondtad. Udáról nem telefonál senki. Oroszlányból, Tatabányáról, Egerből, Kőszegről. Csak is kizárólag lőrinciek játszanak? Nézd, van egy SMS. Egy aranyos SMS-t írt, hogy Messi vagyok, játszanék Bóven bácsi, és én nem tudom, hogy ő honnan írja. És mikor már fölhívom, van egy kedves hangulány, és kiderül, hogy Lőrinci, már pirulok. Már pirulok, mert tudom, hogy elszámoltattok. Tudom. Gyerekek, nincs ennyi Lőrinci lakos, ahányan már itt játszottak a Morning Show, komolyan. Komolyan mondanak. Én tényleg nagyon örülök neki, hogy ennyire kötöttek a műsorhoz. És Lőrinchez. Na jól van, Messi, figyelj, mutatjuk, mit csinál Bóven bácsi Berunén, jó? Hallgass meg. Na. Játszok én? Aha, vettek pár vidám gyereket, kétmétereseket, pócsom. Igen. Vagy játszótér, vagy játszóház valami, a kis lukkal vannak valami játszótéren. Igen. Na, mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj! Nem. Jézusom. Semmi? Nem megy? Nem. Mutatjuk. Még egyszer, hogyha lehet. Persze, figyelj. Iszonyat nagy sláger. Nem magyar. Nem, tényleg nem. Meleg? Mármint az énekes? Nem az ő szexuális orientációját céloztam, hanem hogy közel jársz már a valóság, igen. Akkor egy kicsit hosszabbat, hogyha hosszabbat, lehetne. Hosszabbat, jó. Külföldi? Na. Ez hosszabb volt most? Hát szerint... Ez ugyanannyi. Add össze a kettő. Na. Jaj, pedig tudom. Nem tudod. Dehogy tudod. De. Nem fog menni. Nem, ez most nem fog menni, ne törődj. Ez egy lasszép lassú szám, és szeretem, és is nem. Nem, engedd el, ez most nem fog menni. Ne törődj vele, mindegy. Marhára nem ugrik be. Rohadtul nem ugrik be, nem mesél? Ugye? Jól hallom, majdnem. Kár volt. Sajnos. Mit fognak mondani a pénztárosok? Azt szerintem ezt sokan tudják, de hát úgy látom, mesél, hogy ez nem megy. Na. Nem? De. Nem. Még egyszer ezt a részletet hagy hallgassam meg. Nem, utáskodj, nem kell az már. De figyelj. Az egyik legjobb Robbie Williams dal, már mint ami lassú. Így van. Az Angels a másik. Igen. Bögrém. Hát, a bögrém lett volna a cél. Igen? Jaj. Na. Nem, azért... nagyon örülök. Messi, figyelj, hát a bögrét kivettük, de van egy csomó minden más ebben az ajándékcsomagban, úgyhogy szép azért az még, hogy nincs bögre. Nagyon szépen, a bögre köszönöm. Helye. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.
Valaki megért, hogy kadlott karcsi. Mesi, küldjük neked. Most próbálj egy kicsit megnyugodni téged. Felzaklatott ez a játék, azt hallom, hogy kicsit a pulzuszám. Figyelj, nyiss ablakot, üljél le. Igen, hozzalak egy pohár hidegvizet, ülj le, tedd fel a lábad, nyiss el a ablakot, és kicsit pihenj, mert úgy érzem, hogy erős izgalmi állapotba kerültél. És az egyik szinte a pénztáros legyezzen. Igen. Küldjük az ajándékcsomagot. Jó? Ügyi voltál, jó, ciao. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot nektek. Hello, Mesi. Sziasztok. Hello, hello. Egy jó Robit egyébként 8 után meghallgathatnánk. Aha, jó. Majd csak a Slash után. Ja, hoztál egy Slash-t? Bocsáss meg. A World on Fire-t hoztad az új albumára? Bizonyám, a címadót. Kapaszkodjatok. Nagyon jó, meghallgattam. 5 perc van pontosan, 8 óra. Itt van a mi Gáborunk? Mr. Puliszka? Megjött? Meg. Na, így van. Oda bújok hozzá a hírek alatt. Gáborral folytatjuk a hírek után. 8 óra, 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És Feri nincs ma, Jani, hello, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Minden drága hallgatónak is, Feri nincs ma, kidőlt, vagy hát tulajdonképpen igen, egy kisebb vírus őt ledöntötte, de inkább itt, mint ott kint majd. Nem, egy vírus csapat volt, hát egy vírus őt nem tudja ledönteni, igen. Egy horda volt. Sajnos találkozott hazafelé menet velük a 13. kerületben. Az óriás nem tudja ledönteni semmit, de mégis. Egy pesti vírus ledöntötte, viszont azért jó, mert otthon legalább egy kicsit regenerálódik, és jövő héten, amikor ugye indulunk, magához tér, és friss immunrendszerrel kipihenve veti be majd magát a dzsungelbe, hogy ott aztán maláriás legyen. hogy ott aztán ráfertőződjön az alig kigyógyult betegségre, és aztán végleg termeszhangya család táplálékát jelentsen 3,5 éven keresztül. Az a bajom ezzel egyébként, hogy bármelyikünknek lesz baja. Igen. És bármelyikünkkel történik valami, tudom, hogy a másik kettő szívből fog rajta röhögni. Így van. Tehát, hogy bármelyikötök lesz... nem így van. bármelyikötök lesz maláriás, nagyon fog szórakoztatni. Ha én leszek esetleg, sírni fogtok a röhögéstől, hogy maláriás vagyok, és mennyit röhögtünk azon, hogy ha én nem leszek. Tehát, hogy tőletek és egymástól bármiféle részvételt, segítségnyújtást, együttérzést szerintem ne is várjunk, nem? Hm. Tehát alig várjuk, hogy valamelyikünk ledöntse. Alig várom az olyan poénokat, amikor majd ott a Remex, hogy hívják az ágyban, és mi videót készítik őlet, hogy Feri, nézd, mert bekapcsoltam a képstabilizátort, de még mindig remeg. Most néztem át a biztosításunkat, igen? Amit kötött a csatorna. Korrekt. A gyerek jól jár. Na, ennyi. A gyerek jól jár. Neked pedig szép követ lesz. nem lesz semmi. De hogy egészen jó kis biztosításunk van. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy Feri nincs ma, úgyhogy ő egy kicsit pihen, és gyógyul otthon. Így van, ez Slash volt, sokan kitaláltátok, megírtátok, Slash, illetve pontosabban igen, nem Slash, mert hogy a Miles Kennedyvel együtt énekel, de ez Slash. Album, én a Miles Kennedyt még nem bírom, ahogy énekel, a hangjától rosszul vagyok, de ez az új Slash album egyébként én nem. Jó. Az Alter Bridge-ben az anya zenekarában is nagyon szeretem, ez egyébként már a második komplett album, amit együtt készítenek el, és nagyon durva, mert ez több mint 80 perces ez az új anyag, a World on Fire 17 szám található rajta, és hát hasonló színvonalak, mint én igen. Kicsit egyformák is egyébként, meghallgattam az egész albumot. Miles Kennedy azért jó, vagy akkor jó, amikor gánzdalokat énekel, mert az ő hangja hasonlít a legjobban egyébként Axel hangjára, és azt gitározik a Miles Kennedy Axel hangon énekel, és akkor tényleg olyan, mint a gánzt hallgatnál egyébként. Slash pedig úgy gitározik, mint ő maga. Slash úgy gitározik, mint önmaga, és Miles Kennedy jobban énekel, mint Axel Rose Axel hangon. Észrevetted? Hát amikor gánzt énekel a Miles Kennedy, jobb, mint az Axel Rose, mert az Axelnek már nincs nagyon hangja egyébként. Balázs, kéne egy kis segítség teniszbe. Monaco vagy Gasquet, kérdezi valaki. Hol játszanak ők? ATP 250, vagy mi van most 500? Az egész város kérdezi? Játszik, az egész város állam. Hát szerintem Gasquet egyedül nem bír el Monacóval. Monaco vagy Gasquet. Nem tudom. Inkább Gasquet, de ebben most nem vagyok egészen biztos egyébként. Nem tudom, hogy ki hol áll, meg kinek milyen éve van, sérülés, bármi. Balázs, gyere le az irodámba, most az igazgató. Az igazgató. Ez a szerdai rokrovat, ezzel igen. Már nincs nagy baj egyébként. Sajnos rögtön leleplezett az SMS írója, mert velünk egy szinten van az Árpi. Igen. Budakeszi úton megállt az élet, semmi mozgás, a nagy ebéd nálad, kérdezi István. Átadjuk, lebeszéljük. Késmár kutca 9 előtt van egy trafing, és baleset az 51-es úton, Dunaharasztiban, a Némedi út után, hatalmas baleset, és frontális ütközés mindkét oldalt érinti.
Ezt Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Nagyon fontos dolog, hogy még mielőtt jönne ugye a szokásos csütörtöki rovatunk Gáborral, hogyha valaki esetleg nem hallotta volna, akkor holnap 7 órai kezdete, nem 6.30-tól, mert 6.30-tól érkezik a kamion, de véradásra 7 órától van lehetőség itt az ülőjét 102-ben, szóval itt most valószínűleg ebben az évben utoljára véradás lesz holnap 7 órától, mindenki hozzá valamilyen személyigazolványát, lakcímkártyáját és a vérét, jó? Így van, nagyon fontos, hogy segítsünk. Jó? Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztott, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! Újra együtt. Igen. Utoljára? Az út előtt úgy értem. Úgy igen. Az utoljára konkrétan igen, 168 óra múlva landoltunk már Johannesburg repterén, a Jani már átesett egy testüregmotozáson, én pedig a falnak neki támaszó feltett kézzel áldogálok, és próbálok válaszolni olyan nyelven feltett kérdésekre, amit nem annyira értünk, és annyit mondok, hogy hozzátok vissza a kicsit. Velem van. Ne bántsátok. Egy nap múlva, vagy egy hét múlva már ott vagyunk. Bizony. Még nem a végső helyünkön, mert onnan még repülünk. Kiszámoltam, laza 22 órát megyünk. És reméljük, hogy éppen is egészségesen érkezünk vissza, és nem úgy, hogy mondjuk Balázs hírvatal egy dobozt, amire van takarva egy perszentlőrinci zászlóval, és az van ráírva, hogy nyomokban János tartalmaz. Akkor már nagyon nagy. És mikor reggelizünk újra együtt? Hú, hát november közepe. Ha kérdezik, hogy mikor lesz a következő elmentes, ha esetleg valaki megkérdezné, akkor mit mondhatok neki? Gábor, egyrészt mondd meg, hogy ne kérdezősködjön. Jó. Kettő, hogy... Meg kell még érni, hogy visszajöttem. Most még technikailag egyeztetünk, de nem engedném el a rovatot 6 hétre. Egyrészt baromira hiányozná. Ezt most komolyan mondod? Én igen, ha már nem tudok fizikális... Az első felét. A barom. Tehát nem eresztél el a rovat. És akkor ti ott lesztek, én meg itt leszek? Dolgozunk az ügyön. Na dolgozunk az ügyön. Hát ha most kivettél egy 6 hetes szabadságot, azt mondd vissza. Ha befizetél egy világkörüli utat, akkor mondd vissza. Nem engedném el ezt a rovatot. Nem engedném el, úgyhogy meglátjuk. Lehet, hogy lesz egy olyan verzió, hogy te ide bejössz, mi ott vagyunk, és akkor... Így van. Adáson keresztül, vagy tulajdonképpen éteren keresztül, vagy felhívunk, szóval vannak alternatívák. Jó, tehát nem kell kiutazni. Tudod, de ez egy technikai civilizáció különböző vívmányokkal, amik esetleg a segítségünkre lehetnek ebben. Igen. Építjük a kinti stúdiót, dolgozunk rajta, szakembereink már harcban állnak egy ideje, úgyhogy hát meglátjuk. Nagyszerű, meglátjuk. Úgy legyen. Mi újság, jól vagy? Igen, járom az országot, ma éppen Orosházára megyek, különböző városokban tartok egészségügyi előadásokat, mint tudjátok. Tudományos... Szétszednek a nők, imádnak? Nem csak a nők, tehát... Na, a szónak... Még nyitott vagy ma? A szónak a nemes értelmében mindenki hallgatja az előadást, és kérdez, rettentő sok kérdés van. Egy jó óra előadás után, egy jó óra beszélgetés, rengeteg komoly kérdés, visszatérő kérdések. Egyébként érdemes volna a kérdéseket egyszer összeszedni, és akkor valahogy közreadni, vagy nem is tudom, ezen gondolkodom, hogy nem is olyan könyvet kéne írni, ami ilyen tematikus, hogy valamiről szól, hanem egyszerűen a hallgatói kérdésekről. Uh-huh. Szerintem sokkal nagyobb érdeklődés. Ez jó egyébként. És akkor megjelenne mondjuk december elején a kérdések, és utána pedig december közepén karácsony előtt a válaszok. és két bőr tudnánk lehúzni a dologról egyébként, igen. Szóval, hogy sokat kérdeznek? Sok a kérdés. Aha, az jó. Az emberek, ugye Magyarországon ugye rengeteg irányzat van, és sok a kérdés. Tudjátok, hogy hazánkban nagyon hamar jöttek be ezek a külföldi keleti-nyugati irányzatok, és az emberek nem tudták ezt sem lelkileg, sem fizikailag földolgozni, hogy most testkontroll, vagy vércsoport, vagy mi, és tisztázni kell. Én azt gondolom, hát én igyekszem, nem mondom, hogy én mindent tudok, de igyekszem tisztázni. Először is felrakok egy emésztőrendszeri ábrát, ugye ez egy fantasztikus, és az alapján át gondoljuk, hogy is működik a szervezet, ez alapján, hogy érdemes táplálkozni, függetlenül attól, hogy ki, hol, mikor született, milyen nemű korú, stb., és mik az alapelvek, és Én azt vallom, hogy nem mindig kell szájbarágosan megmondani, hogy mit egyél, hanem, tehát nem halad, hanem hálót kell adni, hogy mondják, hanem taníts meg az embereket, hogy éljenek. Ez a fontos, hogy étkezzenek. Mert ugye mi nem leszünk ott mellettük, ti se lesztek ott mellettük, és nekik meg kell
látniuk, hogy egy adott helyen, vagy az otthonukban, mivel táplálkozzanak, hogyan válogassanak, ez a fontos, hogyan válogassanak a 40 ezer féle élelmiszer közül. Amikor olyan szépen beszélsz, bennem megint felbukkan az a pillanatnyi vágy, hogy elbújnék hozzá. Kedves vagy. Komolyan mondom, ez nem. Igen, itt az SMS-ben olvastam is, hogy mikor... Háló. Te lakottam egy pillanat. Egy picit lefűztél. Hát hal vagy háló, igen. Mondjad, Gábor, mit az SMS-en gondolkodsz, hogy... Itt valaki írta, igen, hogy mikor fogjuk egymást megint megölelni, csókolgatni. Ilyen SMS-eket olvasok, elég érdekes. Hát ők tudják. Már mintha várnak. Figyelj, nekik ez egy tantrikus beavatás. Igen, kicsit olyan már ez a rovat nekik, mint egy sorozat. Ami hetente egyszer mindig. Tehát várják, előtte fölmegy egy kicsit a vércukorszint, vérnyomás, hát várják is. Nem tudom, hogy feltűnt-e például a májam, már mószerolnak is például. Balázs már bemószerolták nálad. Érted, hogy azt mondja, Gábor, tudsz róla, hogy Bali a mikróban melegíti a tejet? Érted? Hát ilyeneket írnak. Figyelj, együtt élnek az emberek a rovattal. Baj van azzal, ha a mikróban melegítem a tejet, nincs vele baj, nem? Hát a mikrohullámos ütő bizonyos hőfok fölött azért olyan surlódási hőt kerjeszt, ami nem egészséges. Sem a tejnek, sem másnak. Mondjuk 300 watt alatt más a helyzet, tehát külön választanám. Mi általában kerüljük a mikrohullámú sütőt, amikor csak lehet. Ez egy olcsó gyenge mikro, én hoztam. Úgyhogy... Igen, ez egy akkor meg minek használni. Igazából vett egy hajsütővasat, és utána dobták ezt a mikrot, hogy még 10 leértékelt fekete zoknit. Úgyhogy jó, mondjuk itt a stúdió mellett gáztűz helyett nehéz létesíteni, tehát gondolom, hogy itt rá vagytok fanyalodva, hogy mikrohullámú sütő. Tulajdonképpen emiatt. Meg hát emiatt, biztonsági okból is, mert a Balázs elég, hogy is mondjam, csak reneszánsz ember, és hogyha egyszer-kétszer itt égve hagyná a gázt, és rajta adna valamit, akkor esetleg leégne a fél épület. Meg hát gyerekek, úgyis tudjátok, hogy mindegy, hogy mit teszem, mindegy, hogy mit is szól, mert... Kicsit kibúzodott, de a lényeg az itt van. Széthúztam a rendszert, a lényeg az itt van. Mind meg fogtuk halni. Páko elmondta tegnap, hogy mind meg fogunk halni. Kértük, hogy biztosul minket egy kicsit az afrikai út előtt, mégiscsak neki van helyismertés, ő elmondta, hogy mind meg fogunk halni. Igen, hát tegnap, ez így jó. Tegnap beszéltünk vele, és ezzel a vidám mondattal. Ezzel a biztos, hogy jövőképpen fogunk felszállni a jövétel. Na, vágjuk bele akkor abban, amit hoztál, Gábor, mint téma. Ugye ígértük a múlt héten, hogy nagyon sokan használnak különböző táplálékkiegészítőket, fehérjeporokat, aminósavakat, vitaminokat, rengeteg minden. Isszák az úgynevezett ilyen izotóniás italokat, amit ugye akár egy teniszpálya mellett, vagy bármilyen sportkomplexum hűtőszekrényében megtalálhatsz, megvehetsz, megihatsz. Mi a véleményed erről? Jó, nem jó? Közben mondom, hogy ha valakinek ebben a témában van kérdés, az most gyorsan küldje el, mert itt van a Gábor, és akkor azonnal meg tudjuk válaszolni. Ebben Jani inkább a szakértő, én kevésbé értek ezen porokhoz, de látom, hogy hosszú listát írtál, és nagyon készültél. Igen, igen. Én külön választanám, ugye vannak a fehérje alapú termékek, és vannak az egyebek, most így fogalmazom. Ugye a fehérjeporok között is többféle van, és jó tudni, melyiket hogy gyártják, melyiket gyártják mondjuk természetes úton, melyiket kevésbé. Ezekről érdemes szerintem párszor szólni, és ott vannak ugye a vitaminok, ásványok, az egyéb kiegészítők, mint ugye a karnitin, a kreatin, stb., és az izotóniás italok. Vezessetek, hogy melyikkel kezdjük, vagy Jani. Na, nézzük meg ezeket az izotóniás italokat először. Ugye ez például tényleg sok hűtőszekrényben ott van, az ember lekapja, iszik belőle fél litert, ha fruktózzal van, az már egy kicsit jobb van, ami cukorral van. Érnek ezek valamit, vagy számít, hogy az ember ilyet iszik? Igen, igen. Vannak a szakmailag gyártott, ugye szakmai munkával gyártott izotóniás italok. Ezekben alacsony a szénhidrát tartalom, tehát nem ilyen 30-35 gram, és ezek jók. Tehát ugye az izotóniás ital azt jelenti, nyilván nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy olyan sótartalma, olyan úgy mondjuk, hogy elektrolit tartalma van, tehát nyomelemek, földfémek, magnézium, kálcium, kálium, stb., nátrium, amelyeket ha fogyasztunk, intenzív verejtékezés közben, akkor segíti a só háztartás fenntartását. Én azt mondom, hogy kifejezetten csak élsport esetén alacsony csökkentett szénhidrát tartalmúakat ajánlok, csak az a baj, hogy ezekben meg gyakran édesítőszer van. Tehát én nem értem, hogy miért kell mindent ugye édesítőszerrel édesíteni. Hát szerencsésnek tartom ezeket, de átlagember számára, korábban beszéltünk az ásványvizekről, az védőital. Az ásványvíz képes ellátni egy normál sportolónak a háztartását, de mondom élsport, tehát versenykerékpárosok, futók, maratonfutóknál erre szükség lehet, csak vigyázzunk, hogy sokféle van a piac. Azt szokták mondani a gyártók, hogy ezeknek a folyadékoknak, ezeknek az izotóniás folyadékoknak a felszívódása gyorsabb, például, mint a csapvízé, vagy adott esetben az ásványvízek, és ezért is ajánlják jobban,
hiszen ugye, ahogy te is mondtad, a legfőbb funkciójuk az az, hogy visszapótolják azt a folyadék, illetve ásványanyag mennyiséget, ami sportolás közben távozik a szervezetből. Így van. A szervezet érzékeli, hogy ez egy olyan sóoldat, ami nem kell sokat vesződnie, és felszívja is, tehát hihetetlen gyorsan működik ez a dolog. Egyébként a fehérjék között is a gyorsabb felszívódású, vagy a könnyebb felszívódásúak lesznek majd a szerencsésebbek. Tehát akkor azt mondod, hogy ezek hasznosak, és jók is tudnak lenni, csak nem minden esetben. Tehát, hogy az élsportolók használják, de egyébként indokolatlan esetben, mert sokszor lehet egyébként azt látni, hogy úgy vásárolnak, mit tudom én, egy non-stopba például, vagy egy hipermarketbe, hogy aztán úgy fogyasztják, mint az üdítőt. Igen. Márpedig? Egy picit úgy mondom, hogy divat lett siklet izotóniás italt venni, mert hogyha én ilyet veszek, akkor látják, hogy na, micsoda sportoló. Én a legtöbbnek a színétől megijedek, van az a kék színű, meg az a narancssárga, ilyen színek igen. vannak benne, igen, hogy konkrétan egy tojást nem mennék benne megfesteni. Mivel ártalmatlan. Kék színű vadmálna. Azért kezd eltorzulni, tehát ez is megy arra felé, hogy lassan energiaitalokká is válnak, úgyhogy energiát adjanak az intenzív sport közben, tehát van benne időnként taurin, van benne fekete teja, extrakt, stb. Nem biztos, hogy ennyire föl kell pörögni. Az edzés közben a szervezet amúgy is fölpörög. Most az, hogy még az agyamat pluszban, most készítek el, hogy mondjuk gyúrsz, mondjuk edzel, fekvenyomsz, és még az agyad is pörög ezerrel, ugye a taurin meg a különböző ilyen energiaitalokban található aminosavak miatt. Jó, oké, okay, akkor ezt lezárhatjuk, tehát ez csak élsportolóknak. Élsportolóknak. Oké, okay, mit hoztál még? Táplálék kiegészítő, fehérje, porok, ugye? Ezt is nagyon sokan szedik például. Rettenetesen sokan szedik, ez iszonyatosan nagy divat manapság már, és ugye nagyon sokféle fajtája is van ezeknek. Van, aki egyszerűen esztétikai okokból szeretné felépíteni úgy mondjuk az izomzatát, hogy ez látványos legyen. Mások azért, hogy megtartsák ezt az izomtömeget, mondjuk ők rendszeresen sportolnak, és hogy egy idő után ugye a szervezet, hogyha nem pótolnák ezt a fehérjét, akkor elkezdeni lebontani az izomszöveteket, stb. Tehát, hogy van, aki ezért, van, aki azért, de hihetetlen divat lett belőle. Így van. Minden embernek szüksége van fehérjére. Vannak az állati eredetűek, tudjátok, ezek a húsalapúak, a tejsavú, a tojás fehérjék, és vannak a növényi proteinek. Szeretném mondani, de szerintem tőlem lassan ezt is várjátok, meg én is önmagamtól főleg, én a növényi fehérjéket ajánlom. Ugye korábban beszéltünk itt a rizsről, a borsóról, a szójáról, egyebekről. Én azt mondom, hogy növényi fehérje források között, aki mondjuk nem akar sok tejet, tojást, hús fogyasztani, időnként szeretne növényi fehérjéket bevinni, tudom javasolni például a barna rizsfehérjét, tudom javasolni az egyéb növényi fehérjéket, de nem a glutén és nem a szójafehérjét. Tehát, hogyha valaki sportol, akkor szerintem ne búzaglutént vegyen, és ne szójafehérjét. Tudom, hogy vegetáros testépítők, vagy sportolók, kerékpárosok, maratonfutók fogyasztanak időnként szójafehérjét. Én megmondom, őszintén én évek óta foglalkozom ezzel a kérdéssel, a sporttáplálkozással, és én megmondom őszintén, hogy a barna rizsfehérjét találtam, most nyilván név nélkül, és az sem mindegy, hogy gyártják. Én egy olyan prémium terméket találtam például, ami csíráztatott barna rizsből készül, benne van a csíra rész, a korpa rész, a belső rész fehérje tartalma. Megnéztük az aminosav tartalmát, ennek a fejlesztési munkájában részt vehettem, és ebből hoztam nektek itt egy áfonyás kis mintát, megkóstolhatjátok, és látványos a hatása egyébként. Tehát érdemes akkor növényi fehérjét magunkhoz venni, inkább, mint állati fehérjét. És szerintem nem igaz az a hír, hogy ez nem teljes értékű, hogy ez hiányos. Megnéztük, tehát szó szerint magyar laboratóriumban megnéztük, és szinte azonos a teljesavú fehérjével. Mondom azért, mert a korpa rész is benne van, tehát nem fehér is. Egyébként ti fehér is fogtok kint enni? Úgy hallottam, hogy fogtok. Azt még nem tudjuk, hogy mit eszünk. Meg hogy eszünk egyáltalán. Nem akarom elterelni a témát, csak eszembe jutott ez a kérdés. Nem tudom. De korábban, amikor kim voltál, Balázs, akkor mi volt a menüd? Már hol? Mikor? Amikor kim voltunk? A műsorban. Ugyanebben a celeben 5 évvel, vagy 2 évvel ezelőtt? Hát az argentin kaják nagyrészt tehetetlenek voltak, tehát igazából nem elég sok állati fejlét tettünk, sztékeket, meg zöldségeket, nagyon mást nem csináltak. Sztékeket is. Igen, a Jani 6-7-ig rántott gombán élt konkrétan. És ezt minőségi helyről szereztétek? Megnéztétek, hogy honnan hozzá? Persze, nyilván Argentinában, egy kis faluban, igen, utána jártunk, és menetlevelet kértünk minden levágott birkától, hogy mondja meg, hogy hol termelték. Visztek ilyen BFR-t utánítőt, tehát grapefruitnak cseppet, meg nem tudom, ezüst kolloidot, vagy mit fogtok? Az ezüst kolloid. Már Gábor is mondja, az ezüst kolloid. A Gyula mondta egyébként nekünk tegnap. Vigyetek. Igen, jó, viszünk magunkkal mindenképpen. Picit visszatérve a fehérjékre, hagyományos táplálékokkal, gabonafélékkel, stb. Lehet bevinni olyan mennyiségű fehérjét, ami mondjuk ezeknek a sportolóknak kell?
Ahhoz, hogy ne épüljenek szerintem le, vagy nem. Testet tudjanak építeni? Aki már sportol hetente 3-4-szer, mondanám, hogy jó a sárgaborsó főzelék, beszéltünk itt lencséről, beszéltünk sok mindenről. Azt kell mondjam, hogy ugye ezekben van keményítő is. Tehát eszek egy lencsefőzeléket, eszek barnarist, ezek egészségesek. Tehát nehogy úgy értsétek, hogy én most itt én egyéb kiegészítőknek a pártján vagyok kiemelten. Tehát normál étkezés mellett vagyok, de aki rendszeresen sportol, már pedig ez szinte kötelező, ott szükséges időnként kiegészíteni az étrendet. Na, például én 10 g mondjuk barnarizs fehérjét hozzáadok egy főzelékhez, azzal az agyműködés, az enzimatikus működés, a csontrendszer, az ízületek sokkal szerencsésebben jobban tudnak működni, és nem okoz köszvényt, ízületi bajokat, mint mondjuk egy hús vagy egy tejsavó esetében, ugye lehetnek ugye mellékhatások, nem akarom senkit sem nyilván bántani, de alapvető különbség van a védőhatás a növényi fehérjék és az állati fehérjék között. Ezeket a táplálékkiegészítőket túl lehet adagolni? Én szerintem igen, a fehérjéket igen, hiszen ugye a bél bontja, illetve a vese, a máj, tehát ugye ez rajta is van általában, hogy napi 20-30 g fölött, de ott is tehát intenzív sporttevékenységnél, tehát nehogy mondjuk egy gyors és gépíró nő hallgatja az alkalmunkat, és akkor gyorsan elkezd tolni ilyen proteineket. Kis mennyiségben, máskülönben adom a gyermekeimnek, ugye nekik szüksége van a fehérjére, a csontéplésre, tehát nehogy valaki úgy tekintsen ezekre a termékekre, hogy ez csak sportolóknak való, hanem megnézzük, hogy egy jó minőségű prémium, ha lehet, akkor akár biogazdálkodásból, de ha nem, akkor is egy megfelelő helyről származó termék. Éppen beszélgetünk itt a szünetben, hogy azért vannak itt minőségi márkák a piacon, nyilván nem mondhatunk neveket, és hogy mondjam, kis kanálnyit, tehát teljes kanálnyit teszek főzelékhez, sékhez, észrevehetően javulni fog, hogy az aminosavak kellnek az immun működéshez, sok mindenhez kellnek, főleg ahol vegán, vegetáriánus emberek vannak, családok, ott azt gondolom, hogy szükség lehet rájuk. Aki hússevő, vegyes táplálkozás, ott is kiegészítő jelleggel. Mert szeretném mondani, hogy a hús, a sertéshús nem mindenben teljes értékű. Ugye szakmailag a tojásfehérjét tartjuk igazából 100%-osnak, növényi fehérjék közül pedig a barnarizs fehérjét főszabályként. Jó, megvannak a fehérjeporok. Van még valami, amit ezzel kapcsolatban kérdezzünk? Mondom, ez nekem legkevésbé hozzám közel álló, azért kérdezek. Vitamin túladagolás. Sokszor laikusok úgy szoktak ez a dologhoz hozzáállni, hogy minél több, annál jobb. Igen. Ott lehet-e túladagolni? Szerintem lehet, főleg a zsírolható vitaminokat, ezzel lehet vitatkozni, mert ellentmondásos könyvek is vannak forgalomban. Én azt gondolom, hogy C-vitamint azt ugye adunk, B-vitamin komplexet adunk. Ezek ugye vízoldható vitaminok. A D-vitamint is adjuk, mert kell, ugye, hogy valaki mondjuk saját testsúlyjal végez gyakorlatokat, vagy ugye vannak ezek a különböző súlyzós edzések. Ugye fontos az, hogy több D-vitamint vigyünk be, kalcium-magnézium adás kell, viszont ilyen extra mennyiségű vitaminokat én napi szinten nem. Főleg figyeljünk arra, hogy az edzés után ugye van egy regenerációs időszak, ugye van egy 24 órás regenerációs időszak, akkor is adjuk a vitaminokat, de igazából a sportolás napján akkor van sok oxidációs folyamat, rettentő sok. Ha Balázs elmegy teniszezni, akkor aznap egy kicsit növelheti a C-vitamin, D-vitamin. Tegnap nyertem. Igen. Ez fantasztikus. Ritka pillanat. Így van. Igen. És ma pedig akkor hoztam neki egy levőeszkanazolót, illetve effedrint, és azzal sikerült neki. Igen, és combon szúrtam magam azzal a lórugással. Amit szeretnék hozzátenni, hogy vannak egyéb kiegészítők, több százféle, vagy több tízféle ilyen kreatin, egyebek, hogy ezeket én nem javasolnám fiataloknak, belenyúlhatnak a háztartásba, esetleg hormonális működésbe is, de például ott a koenzim Q10, tudjátok, ez a kis energetizáló anyag, amit lehet már kapni, igen, illetve a sejtek energia szabályozását biztosítja, és a Q10-et átlagember gyasztják. Egy fantasztikus dolog, omega-3 kiegészítés, ezek mind hasznosak lennagolajból, olívaolajból. De egy jó kis tökmagsék, megmondom őszintén, egy jó kis kendermagsék, pici kis, nem tudom, barnadis fehérjével, ezzel, azzal, egy kis, tehát ilyesmit azért szoktunk adni, ezekben foszfor van, cink, rész, króm. És hogy kérdezik, az L-karnitint az jó, Gáma? Ja, erre mondtam azt, hogy én azt mondanám, hogy amennyiben lehet, ezek nem okoznak betegséget. De az a kérdés, miért? Uh-huh. Miért? Tehát azért, hogy a teljesítményt fokozzam, meddig szeretném fokozni a teljesítményt? Addig, amíg a szívem megáll? Vagy addig, amíg a keringési rendszer nem tudja követni? Mert ha valaki szed teljesítményfokozó, tehát legális teljesítményfokozót, akkor bocsánat, de az összes szövete jobban fog teljesíteni, annak ára van. És nehogy a szervezet kiégjen, én a lassú építés mellett vagyok. Uh-huh.
Jól van, na, szerintem sok hasznos dolgot mondtunk el ezzel kapcsolatban. Mit reggeliztél, Gáborom? Én ezt a séket fogyasztottam most, egy pici kis... De most gyúrsz azért, vagy elkezdtél edzeni? Én most újra kezdtem futni, elkezdtem saját testsúlyjal is edzeni, pici kis súlyzós edzéseket végzek. A saját testsúlyjal mit bukfencezel, vagy nincsen? Nem, tolockodás, húzockodás, guggolások, egyebek, de könnyű súlyzós edzést is végzek. Hát nem tudom, mennyire mondok titkot, lassan műsor lesz egy bizonyos csatornán, és muszáj valahogy jól kinézni. Műsor feleségem mondta, hogy fiam, így nem nézhetsz ki. Muszáj egy picit formásodnod, és kérem szépen így. Hát figyelj, hozzá vagyunk szokva, hogy általában aki a Morning Show-ban szerepel, előbb-utóbb felfedezik és elviszik. Tehát ez így volt, ez tulajdonképpen minden állandó rovatunkkal, vendégünkkel, megszólalónkkal, Tibivel, Gáborral, Polgár Petivel, tényleg mindenki. De azért én soha nem felejtkezem el rólatok. De rendes vagy. És Feriről sem. Otthon biztos hat lábad. De jó. És figyelj, amikor például vidéken vagy, akkor is viszed magad el ezeket a sékeket, valami kis palacba, vagy ilyesmi, hogy mit tudom, hogy meghívnak bátasékre, vagy sékesre. Igen, és mindig kér két séket, meg egy asztalt, ugye? Időnként viszek magammal, egyébként útközben, ezek nagyon jó hasznukat veszem ezeknek a dolgokat. És milyen műsor lesz ez? Csicseregjél csak egy picit. Mikor? Hétköznap? Hétvégén? Délelőtt? Délután? Ez főműsoridőben lesz majd, de hát nyilván én csak az egyik szereplője leszek az egy-egy műsorban. Képzeljétek el, hogy indul egy olyan műsor, nem tudom, szabad erről beszélni. A műsorról igen, csatornát nem mondj, és akkor... Jó, ahol az emberi test működését orvosi segédlettel közérthetően mutatja be egy obezitológus, ha jól mondom, és meg fog hívni minden egyes adásba szakembereket, akikkel hát szemlélteti, hogy működik, tudom, a gyomor, mi történik a vérben, és akkor ilyen kis golyóskák fognak, meg nem, ezekről nem beszélhetek. A lényeg az, hogy úgymond az átlag ember, aki nem orvos, nem táplálkozási szakértő, ő is tudni fogja, hogy hopp, ez így működik, ha eszem cukrot, akkor mi történik a vérben, felszokik a vércukorhoz, mi történik az inzulinnal, és ez képiesen, láthatóan a tévében majd látni lehet. És te itt ennek az állandó vendég? Nem állandó, nem, egy-két adásban meghívtak. De aha, jó. És ott szemléltetünk egy-két dolgot, az édességek hatásait, és ennek a szakmai munkába veszek most részt, és mellesleg emellett még ugye a szokásos futások és edzések megvannak. Hát ez tök király. Engem is most hívtak, újra fog indulni valószínűleg Gyabronka Józseffel a Zseb TV-s hívtak versmondó lánynak, még gondolkozom rajta, hogy jelent, hogy... Szóval séket reggeliztél visszatérve, akkor semmi pirított nem szójamag, meg csírák, meg semmi, akkor csak nem, is csak ebbe kendermagot tettem, és egy pici kis pufasztott amarántot. Hát, na jó, hát azért. Hát ezt most meglöktem, mert kell egy kis szénhidrátbele. Pufasztott amarán nélkül én sem indulok el. Gábor, imádtuk, beszélünk a jövő hétről, jó? Mert jó, nem köszönöm szépen. Találjuk, hogy lesz fél 9 múlt pontosan 7 perccel, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz, vagy már pontosabban múlt 2 perccel, kompakt diszkó volt, többen kérdezték SMS-ben. Egy kellemes kis szám. Leginkább, hogy egy feldolgozás. Igen. Igen. Én nem is mondtam, hogy nem feldolgozás, csak azt mondtam, hogy ez egy kellemes kis szám. De hogy van benne valami, amit igazán szeretek, az az eredeti, amihez ők hozzányúltak. Igen. Nézzük a gyorsan a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon. Ugye mondtuk, hogy Feri nincsen ma, pihen egy kicsit, megfáradt. Így van. Rákészül. Sajnos keresztbe száll be a liftből és beszorul. Igen, dolgozik az immunrendszere, de az a lényeg, hogy jövő héten jó formában legyen, most még nem kell. Van egy trafing az M6-oson, a 142-es kilométernél, ott egy picit mindenki menjen lassabban, mert elbújva fotóznak Pécs irányába. Aztán az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyházánál szintén van egy trafi, ezt Hacsek küldte nekünk. Abda északi kivezetőn a Mosó-Magyaróvár felé közlekedő autósokról készült drága fotó, kis maszat üzente. Budakeszi úton megállt az élet, semmi mozgás, és Késmárk utca 9 előtt szintén van egy trafink. Igen. Elmondtam mindent? Na, ha kb. Igen. Igen, a M3-as Mátiszalkai lehajtónál még szintén van egy trafi, ez 104 küldte nekünk, mi pedig valakivel már is játszunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, én Áron vagyok. Szia! Hello, Áron. Ugye ezen a héten egy kicsit más a 3-as ugrás, mert hogy segíteni szeretném még hozzá, van rengeteg nyomtatónk, és a 3-as ugrás kukac.klasszfm.hu e-mail címen lehetett jelentkezni. Te is írtál egy e-mailt, ugye? Jól látom. Így van. Én a Tatabányai Szentborbála kórháznak szeretném felajánlani ezeket a nyomtatókat. A mennyasszonyom ott most gyermekorvos, és a gyerekosztályon elég nagy szükség lenne ezekre a nyomtatókra. Itt fekvőbetegek vannak, vagy járóbeteg ellátás is folyik? Sis, ez mind a kettő.
Hát ez egy ilyen általános befogadó kórház, és akkor innen a speciálisabb betegeket innen küldik tovább. És gondolom, hogy szenvednek a nyomtatókkal, nem? Hát igen, elég régiek, szóval ilyen NDK-ba zsírúj volt kategória. Atya Isten. Hát az meglehetősen lassítja a munkát, ráadásul ugye rengeteget betenni, kivenni, festékpatron cserélni, elfogy, ez szörnyű. Igen, egyébként. Hát meg úgy az árujelentéseket, ilyeneket nyomtatni, az nem egy ilyen másodpercenként 50 oldalt kinyomó nyomtatók. Uh-huh. Jó, figyelj, ez rajtad múlik, tudunk adni hármat, ha tovább mész, akkor akár ötöt vagy tizet, te döntöd el, hogy hol állsz meg. Az biztos, hogyha nekünk bármennyi megmarad, akkor mivel rengeteg e-mail jön, és nagyon sokan kérnek tőlünk segítséget, akkor Anna ezt majd szépen szétszortírozza, és megpróbálunk minél több helyre eljutatni legalább egyet. Függően attól természetesen, hogy mennyi maradt. De hát ezt neked kell eldönteni, nem akarlak rábeszélni, nyilván attól függ, hogy hány nyomtatóra van szükség. Nekünk jó? Háromra van szükségünk, és az első kérdés után hat a választ meg is állnék. De jó, de rendes biztos vagy. Biztosan mész, nagyon jó fej vagy. Tehát azt mondod, hogy akkor a többi, ami megmarad nálatok is, azt akkor vigyük át máshova. Így van. Vagy adjuk másnak. Ez nagyon kedves jó. Húzás tőled, köszönjük. Hát, egyébként egészen szívszorító e-mailek jönnek tényleg, szóval megdöbbentő, hogy hány egyesület, kórház, meg rendelőintézet szenved egyébként egy ilyen banális dologtól, hogy nincs nyomtatójuk. Amiről azt gondolja az ember, hogy banális, közben, ha minden nap harcolsz egy ilyen technikai eszközzel, a hajat kihullik, és tényleg meg tudsz tőle őrülni, és valójában meg tudja keseríteni az ember mindennapjait. Nagyon gálás a támogató cég, aki most megszponzorálta a rovatunkat ezekkel a nyomtatókkal, meg ezekkel a nyereményekkel, de még így is azt mondjuk, hogy mindegyiknek van helye, vagy adott esetben egy kétszer ennyi is elférjen az országban, mert nagyon sok rászoruló van. Igen, szomorú a dolog. Na jó, megnézzük akkor azt az egy kérdést, ami van, aztán, ahogy mondtad, megállsz, jó? Oké. Mehetünk, Áron? Jó, Jani, milyenek? Látom. Da. Semmi. Semmi extra. Na, látsz, szívú vagy ezen a héten. Itt szól az első kérdés. Melyik világhírű tévésorozat férfi főhősei voltak Joey, Chandler és Ross? Ez az egyik kedvenc sorozatom, a Jó barátok. Így van. Na. Hát figyelj. Csont nélkül ment a válaszadás. És én részbe is értél, vele megvan a három nyomtató. Jó, köszönöm, akkor meg is állnék. Jó, megállsz? Biztos nem kell több? Persze. Nincs szükség? Nem kell több, három kell az osztályra. Tehát a hárommal már jól el vagytok. Így van. Aha. Jól van, a Tatabányai Szent Borbál a kórházban. Jól van, oké, Áron, elküldünk akkor neked három nyomtatót, jó? És így akkor a maradék, amit te meghagytál, akkor gyorsan átmentjük máshova. Olyanoknak is, akik egyébként nem kerülnek adásba, hiszen már csak egyet játszunk holnap. Jó van, köszönöm szépen nek. Köszi, ciao. Mi is köszönjük. Hello, hello. Na, ja? Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egy gyors statisztika. Ugye Anna mondta, hogy van még 34 darab nyomtató, abból eljátszottunk hármat, az mennyi? 31. 31 darab nyomtatónk van még. Ami nagyon jó, mert a holnap játékba kerül még valaki, valamelyik egyesülettől, egy kórházba, és mondjuk eljátszik hármat, akkor marad összesen? 28 tárul. 28. Ami azt jelenti, hogy ha mire adunk egyet, akkor még 28... helyre juthat tanár úr. Így van. Köszönöm, Vadon úr. Nem. 28 adásban nem került embernek, intézménynek, rendelőnek, kórháznak, egyesületnek, bölcsődének tudunk nyomtatót adni, ugyanis azt megfogadtuk, hogy sponsornak egy sem megy vissza. Ne, hát. Ők ezt még lehet, hogy nem tudják, de amit nem játszunk ki. Ja, sajnos minden elfogyott, igen. Vissza nem adunk. Ha már voltak ilyen drágák, vagy ilyen könnyelműek, de azt hiszem talán nem erről van szó, vagy nem ez a jó szó. Inkább gálánsak volt. Inkább gálánsak, hogy ezt felajánlották. Úgy döntöttük, hogy ezt az 50 darab HP nyomtatót mi nem adjuk vissza, vagy hát legalábbis azt, ami ebből megmarad. Úgyhogy már itt van egy másik e-mail, Anna, ha hallasz, igen. Hogyha itt vagy, igen. Akkor már nekik adhatunk még egyet. Igen. Itt van egy Bababirtok Egyesület által fenntartott családi napközi is írt nekünk, és Baján dolgoznak ők egy non-profit egyesület. Azt mondják, hogy reménytelen, hogy például effektíve kapjanak egy új nyomtatót. Pedig pályázatokkal is mindennel próbálkoztak, nincs. Ez milyen szomorú, azért valójában belegondolsz, nem? Tehát nem három autót akarnak, meg két szolgálati lakást, nyomtatót, és nyomtatót, nincs nekik egyébként. Ami a napi munkájuk az elegetetlenül szükséges. Igen, Timi az egyesületi elnök írt nekünk, akkor nekik szóban már adjuk át az egy megmaradtat, jó? De ezt majd te úgy is vezeted, mert én hogy ezzel a papírhalmazzal pillanatok alatt itt elhavazódnék. Ez abban nagyon jó. Iktatásban. Szombat hajnalban felhívem. Szervezésben. Kettük, hogy hány nyomtatónk maradt, és kinek tudunk még segíteni, mondaná pontos igen. Számot. Arrébb löki a gyereket a jobb kezével, a bal kezével a férje. És már válaszol. És mondja a nyomtatókat. Ezzel kelek, ezzel fekszem. Ez az életem. Hát egyrészt baromi magányos leszel itt.
Úgyhogy lesz időd ezzel ott majolni, mert hogy a kutya nem fog hozzád szólni 6-tól 10-ig. De tényleg Péterrel leszek itt. Igen, aztán majd barátkozunk. Viszont az a hallgató, aki fölhív téged, egy szellemileg kiéhezett emberrel fog találkozni. Igen. Mindig vidáman trécselsz a hallgatókkal, de ebben a 6-8 hétben, amíg egyedül leszel, Lesz rá idő. Az a baj, hogy alapból ugye Annát is a sírás fogja kerülgetni, ráadásul egy meghatott hallgatókkal fog beszélni. Húha. Zokogás lesz. Abból fogtok zokogni egymás nyakába. Meg kísérteni fogok a folyosón, tudod. Aha, na arról legyen videó itt. És várjuk a játékos, hogy miért nincs adásba, tudod, és kiderül, hogy rohadtul trécse. Egyrészt senki nem fog rászólni. Senki nem kérdezi meg, hogy mi van a best of-val, 4-10-kor még itt feltett lábbal itt fog trécselni a hallgatókkal. De rossz Isten. Világ lesz az. De Viki azt mondja, bejön hozzám. Ja, de Viki itthon lesz Viki majd. Laci nem fog bejönni, azt tudti. De a hagy jövök, hagyjál már. Végre alatt hátam. De a Lacinak nincsenek érzései. Elérsz Skype-on, ha kell. Igen. Ki van kapcsolva. Na jó, van 5 perc, pontosan 9 óra. Jó, várunk friss közlekedési híreket, ha valakinek van, vagy látom, amit írja meg nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 9 perccel, hello minden drága Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, SMS számunk 06. 70! Milyen kis magányos vagy itt, 645-00-00. Ami Ferinket ledöntötte valami gyilkos kor. Így van. És hát visszavonulót fújt. Ott van nyőszörög a sezlonyon. Így van. Az immunrendszere visszavonulót fújt, de inkább itt, mint odakint. Úgyhogy Feri kapott egy nap pihenőt. Valószínű, hogy ez ő tudja, hogy mennyire morcosan nézünk azokra, akik bejönnek betegen. Ez átterjed majd a holnapi napra is. Vagyis Ferencünk kilőtte magát erre a hétre. De most pihenje ki az immunrendszere magát. Mint hogy egyébként majd ott kint. Így van. Nagyon-nagyon reméljük, hogy az elkövetkezendő 24-48-72 órában legyőzik ő és az ipari mennyiségű disznosajt majd a gyilkos kort, amit elfogyaszt. Jó, hát tudod, a Ferinek megvannak ezek az ősi receptek. A pálinka és disznosajt. Tehát, hogy ő azonnal csak disznosajt, pálinka és fokhagyma legyen. És a Feri már jó. Nem tudom, ki mit fog csinálni egyébként. Sehol egy becsületes, tisztességesen leölt disznót nem látott, majd nem tudom. Egyébként komolyan mondom, nagy bajba lesz. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Azt írtátok, hogy szóljak, ha látok valamit. Na, hát én látom apámat hátulról. Némó a nap hallgatója. Köszönjük szépen. Ja, az öreg se lehet rossz, én nem tudom, de én érzem a tiszteletet az SMS-ben, tehát szerintem jó állapotban lehet. Igen, Budaörsi úton a kékek adománygyűjtést végeznek a sok sebből vérző költségvetési javára. Figyeljünk, ezt István küldte nekünk. Aztán az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, Tatabányától 40 kilométerre kék, sűrű füst áramlik egy kamionból. Valószínű fék probléma. Taródi Dávid üzente ezt nekünk. 20. kerület Késmárk utcában van egy trafi, és az M7-esen busásan bandukol egy csávó, mert lerohadt az alfája. Ha már annyi nyomtatótok van, akkor nyomtassatok már ki neki, hogy 6-tól kezdődik neki a munkaidő, nem kell beteget jelenteni egyből. Mi, ezt érted? Nem. Mindegy, erre rászaladtam. M7-es Budapesttől Balaton-Szentgyörgyig trafimentes, ezt Juri küldte nekünk. Köszönjük szépen. És ugyan már mondtam, de mondom ma még utoljára, mert holnap már talán később lesz, bár akkor is természetesen fel fogjuk hívni a figyelmét minden kedves hallgatónknak, akik úgy gondolja, hogy szívesen adnának vért, hogy az év utolsó véradása lesz itt az Üllői út 102-ben, a régi pénzverde épületében szemben a Fradi stadionnal itt a Klassz FM-ben, mert hogy 6 óra 30-kor be fog ide parkolni hozzánk a Magyar Vörös Kereszt véradó kamionja, és 7 órától kezdve már lehet jönni és lehet adni vért azoknak a kedves rászorulóknak, akiknek nagyon-nagyon-nagyon fontos ez. És hozni kell magatokkal egy lakcímkártyát, hozni kell magatokkal tudják, egy személyigazolványt, és fogyasztatok előtte minél több folyadékot, hogy ne legyen probléma. Mi vagy te, egy védőnő? Igen, az. Egyébként tényleg jó, az ember sokat iszik. De egyébként tök mindegy, hogy mennyit iszol, mert... Még befuttuk harcot. Hát, igen, ezzel nehéz vitatkozni. Az a baj, hogy tegnap ő ezzel annyira feltette az íra a pontot. Egyébként érdekes dolog, hogy mi ugye nem sokára indulunk, de van egy ember, aki régen olyan sokat bulizott, hogy ő vele vajon mi van? Hogy mit csinál? Itt van még, hogy bulizik még? Vagy leállt, vagy abba hagyta, vagy már nem csajozik? Vagy mit csinálhat ő? Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit csinálhat ebben a napban. Hát ő leállíthatatlan. Neki igazából teljesen mindegy, tavasz, nyár, ősz vagy tél, milyen éjszaka, hogy fújja a szél, vagy esik az eső, tök mindegy. Ő bulizik. Irigyem. Na, mondom, hogy mit hozzá, jó? Na. Papír. Azt mondja, hogy papír tol. Megvan. Tol megvan. Hozol valamit egy fertőtleníteni, vagy méregteníteni saját magad?
Fog is. Már úgy értem, hattól. Tehát érti, vágóra, ugye? Fogod egyébként? Igen, mit? Hozol, hát valamilyen méregtentő belsőleg. Most a Ferihoz másfél-két liter pálinkát, te hozol valamit? Én egy, hozok egy libatollat, és azzal megcirogatom majd a mandulámat, és akkor hánytatom. Jó, akkor majd elmondom, hogy mit hozzál, jó? De nem most. De mit hozzak? Helyetted a kabinbegedre? A bőröndömet, igen. Na, nincs több gyerekharc. Erről beszéltünk kora reggel, ugye, és mondtuk, hogy megpróbáljuk, ami drága Norvinkat, Növény Norbit előkeríteni, mert állítólagosan megegyezés született arról, hogy nem eresztik egymásnak többé MMA full kontakt szabályrendszerben a 14 év alatti gyerekeket. Számomra eddig is megdöbbentő volt, hogy vannak szülők, akik egyébként hatalmas nagy mosolya az arcukon nézik végig azt, hogy a gyerek egyébként 8 éves a hülyére veri a másik gyereket, és ennek örülnek. Állítólag erre most nem lesz lehetőség, legalábbis ezen szabályrendszerek között. Én úgy tudom, hogy a szervező azért elég sokáig nem akarta megadni magát, de most született valamilyen egységes megállapodás a különböző szövetségek között. És nem verheti egymással hülyére két gyerek egymást, hogy én nagyon szépen mondjam, magyarosan. Mondjuk már előbb csodálkozik az ember azon, hogy jutottunk el idáig. Tehát, hogy egyáltalán, hogy jöhetett létre, nem több egyetlen ilyen mérkőzés is, hogy történhetett meg. De nagyon örülünk ennek a végkifejletnek, mert ez mindenkinek nagyon jó. Ez egyébként jót tesz a sportágnak is, mert azért valljuk be őszintén, hogy önmagában az MMA, vagyis a kevert harcművészetek, a különböző válfajokra ez ugyanúgy egyébként rossz fényt vett, de alapvetően az MMA olyan lett, mint egy szitokszó. Pedig itt egy fantasztikus küzdősportról van szó. Semmi gond nem lenne vele alapvetően, hogyha nem lennének ilyen ügyek körülötte. Én nem tudom, hogy végig tudnám-e nézni egyébként, hogy 8 éves a gyereket szétrugják a fejét, mondjuk valaki rüsztel vagy sípcsonttal. Hát még ha a gyerek mondja azt is, hogy ő ezt élvezi, vagy hogy ő ezt szeretné, vagy hogy ő szívesen be a ringbe, és hogy ő ezt kedveli, és hadd menjen le edzeni. Azért nagyon elvetemültnek kell ahhoz lenni, hogy te szülőként ezt végignézd, hogy nem? Vagy hogy ennek te örüljél. Hogy ezek a kisgyerekek fel vannak nagyon spanolva, akkor ők is ugyanúgy tele vannak adrenalinnal, mint a felnőttek is. Lehet, hogy abban a pillanatban ők sem, nem is biztos, hogy éreznek valamit az esetleges sérülésekből, éreznek valamit a fájdalomból, viszont náluk később a regeneráció, meg a felépülés, meg a sérüléseknek a következménye sokkal, de sokkal komolyabbak, mint a felnőtteknél. Igen. Vannak sportágok, amik egyszerűen nem valók még a gyerekeknek, és ilyen például az MMA, illetve hát nyilván szabályozott körülmények között, csak az alapokat építve, mint bármilyen más küzdősportnál, akár a karaténál, akár a birkózásnál. Hát ott irányította lehet stb. De ott a profi szakvezetők, a profi edzők, azok nyilván az alapoktól egészen pici apró lépésekben építik fel ezeknek a gyerekeknek. Beni judozni akar, mert most nézi a Kung Fu Panda 1-et és a Kung Fu Panda 2-t. És igen. Most rájött, hogy vagy judo, vagy kung fu. Uh-huh. És abban van judo is? Tessék? Nincs. Nem is tudom, miért mondtam. Apa, mi ez? Judo. Dagadt medve verekszik. Igen, biztos judo. Azok minél. A fejébe vette, hogy kung fuzni akar. Az jó. Örülök még inkább, mint hogy gördeszkázom. De hogy 6 éves kor alatt nem tudom levinni. Nem engedik, 6 éves kor fölött lehet csak levinni. Mert ellenáll. Ez nagyon megverte, hogy menjünk, de még úgy se akar. Egyre jobban elment a kedve. Ez jó. Ez például egy tök jó kezdeményezés. Mondjuk ilyen lágyabbakat melmájcsizni például. Nem? Igen. Ahogy a szabadság egyén ott állunk ketten és finoman tájcsizunk, azért szép lenne. A gyerekek imádják ezeket a filmeket, és nyilván ők is elkezdenek ütögetni, rugdosodni, stb. Vannak erre tökéletes sportágak. Tehát elvihet a gyereket kickboxolni, azt ráadásul te is csináltad, van benne bőven annyi ismereted, hogy tudjad, hogy egy nagyon pozitív, nagyon jó dologról van, szóval ráadásul ott is különböző szakágokra van bontva, tehát nem feltétlenül kell a gyereket beiratnod 6 évesen full kontakt kickboxra. Nem is nagyon van, az igen. Tehát ez ritkán engedik össze őket. Van bőven választék, hál' Istennek. Igen. Na, megkérdezik Norbit, hogy mi a helyzet, itt is van velünk. Növényi Norbert, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt neked. Jó reggelt! Na, mi van, Husi, hogy vagy? Köszönöm, kedves kérdésed, jól esett. Kis matak. Te kis rossz csont. Na, tényleg sikerült megállapodni, hogy nem lesz több gyerekbunyó, ez igaz? Hát gyerekbunyó lehet, csak abban állapodtunk meg, hogy 14 év alatt nem lehet profi szabályok szerint meg egyáltalán verekedhetne gyerekeket, ami miatt egyébként én már hosszú évek óta küzdök, mert legalábbis én nálam az akadémián 12 év alatt nem is indult még birkozó verseny sem, pedig ott már szabályok eléggére vannak szűkítve, de hál' Istennek most eljutottuk odáig, hogy végre mindenki megértette, hogy ez egy nem normális állapot. Hogy ez nem egy természetes dolog, nem? Hogy 6-8-10 éves gyerekek verik hülyére egymást, miközben hát a szülő mosolyogva végignézi kintről. Igen. Igen, tudod, az a baj, hogy elharapozott Magyarországon is, és talán már világon is, hogy
leviszik 2-3 hetes vagy hónapos edzés után, és a versenyszint a gyerekeket, és ezek a gyerekek az egyetfejlődés során egyáltalán az ember alkalmatlan, hogy szélyesen elviselje a vereséget. Ezek tények, és a nagy fluktuációval, lemorzsodásban is nagy mértékben hozzájárul ez, és ugye rengeteg edző, meg szülő is sajnos, és itt ez a probléma, hogy a szülők nem igazán veszik ezt komolyan, holott a gyerekek életével és jövő évek egészségére játszanak. Norbi, van egyáltalán Magyarországon szakirányú képzés MMA edzőknek? Van, most már a második éve van, igen, a TFN. Itt igazi probléma az Magyarországon, hogy hiába van beegyezve például az egyik szövetségnek, én az elnöke, de ez nem szakszövetség, tehát a nemzetközi akkordhoz még nem tartozik, és van a Filának 3 éve, amelyikhez a Grappling, a Pankrációs MMA szövetség tartozik, de nincs kizárólagos joga, tehát itt bárki bármikor rendezhet versenyt, nem tudunk rendező szerv lenni sajnos, de úgy néz ki, hogy az idén októberben, illetve most már az év végéig biztos, hogy valamiféle megállapodásra jut a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Birkos Szövetség, hogy megtartja az ő hatáján belül az amatőr nem csak a pankrációt, mert állok az MMA-t, nem MMA-nak hívják, hanem pankráció B-nek. Ha ezt megtartja, akkor végre meg lehet azt állítani, hogy bárki bárhol rendezhessen versenyt. Mert ma még egy sörsátor vagy bárhol egy ilyen falubulin is rendezhetnek, ami nem igazán van megfelelően főkészítő. Ugye ennek meg kellene meglennének, mert megvannak már régen nemzetközi szabályi egyébként, a védőfelszereléstől kezdve, hogy milyen szabályok, meddig lehet a földön, milyen technikákat lehet végrehajtani, amit ugye most mindenki úgy használ, meg úgy alkalmaz, ahogy szeretne. Azt csinálnak, amit akarnak tulajdonképpen. Hát sajnos igen. 5 éves a gyerek, mit csinálják vele? Nagyon mozgékony. Mindenhez van kedve. Úszni, tornázni, focizni, pingpongozni, kirándulni, rollerozni, mindent, amit csak lehet, hogy minél több mozgásanyaga legyen. Ugyanis azt mondják, hogy egy iskolaéves gyereknek motorikusan és az mozgásra is életnek kell lenni. Tehát az a lényeg, hogy mozogjon, mert aki nem mozog, az nem él. Tehát meg kell tanulni az alapvető mozgásokat, mint a szögdelések, bukfencek, labdaelkapás, labdapattogtatás. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Tehát nem a korai szakosítás, azt értem, hogy leviszik egy edzésre, és sportágat kiválasztanak, és akkor ilyen nappal azt nyúzzák a gyereknek, és csodálkoznak a 12-10-es korra, meg abba hagyja, mert megunja, mert vele fárad. Tehát jobb inkább az elején sok mindent, és akkor később szakosodjon valahova? Így van, hogy a mozgáskultúrája javuljon, így van. Nagyon sok mindent, és rengeteget játékkal. Tehát nem az, a küzdelem egy fontos dolog, főleg a fiúknál, mert benne van, de igazából az igazi küzdelem majd akkor fog kialakulni, amikor a nemi mirigyek elkezdenek dolgozni, és külön várnak a fiúk, a lányok, mert addig még a lányok még ügyesebbek is. Ugye az elterjedés folyán az Isten úgy akarta, hogy a lányok könnyebben és hamarabb tanulnak meg olyan dolgokat, amit abban a korra még a fiúk nem tudnak. Te hány évesen kezdtél el annak idején birkózni? Én 6 évesen, de 13 éves. Hát még nem, majdnem 13 volt, amikor apám engedett versenyezni. És sajnos ebben a korban már fogyasztják a gyerekeket is. Tehát nem hagyják, hogy fejlődjön rendesen, hanem a küzdő sportokban, még súlycsoportos sportágak még fogyasztatják is a gyerekeket, ami szintén én szerintem egy gyerekellenes cselekedet. Ugye a versenysúlyba kell kerülni, és gondolom elindul a fogyasztás, igen, ugye? Igen, de ez baromság. Én azt gondolom, az a gyerek, akit versenyezni akar és szorgalmas, az a másik csúcsokban előbb-utóbb erősödik és fog eredményt elérni, és nem kell minden a versenyeztetni a gyerekeket, mert sajnos a mi rendszerünk is olyan, hogy akkor kapják a klubok, a szakosztályok a pénzt, ha minél több eredményt hoznak. Ez viszont nagy mértékben befolyásolja azt, hogy a gyerekek nagyon hamarabb hagyják. Utána ugye jön még a serdülőkor, ami szintén nem a nagy teljesítményekkora, és csodálkoznak a 10-17 évesen, alig van utánpótláskorú verseny. Mert addigre szépen mindenki abba hagyja. Aha. Hát igen. Hát most kézzed abban, terhelik a gyerekeket végig egyszerűen, és csak azt a sportágat viszi, állandóan versenyeztetik. Azonban, hogy nem ismerik sokan a gyerekkori sajátosságokat, és a 6 évesre ugyanazt edzették, mint a 10 évesre, vagy a 10 évesre, a 20 évesre. Ugye itt másféle erkölcsök is vannak, hogy a 10 éves kor alatt az úgynevezett, és nem akarok okoskodni, de ez nagyon fontos dolgok ezek. Az úgynevezett heteronóm erkölcs van, amikor azt mondja, hogy a gyerek, amit mond a szülő, vagy az edző, az szentírás, az
azt nem lehet. Utána meg jön az úgynevezett prepubertáskor, a pubertás előtt, ez már a 10 éves kort, amikor a függetlenné kezd válni, az autón elkölcs, amikor már a gyereknek nem van, nem csak azt mondom, hogy na most ide mész, ezt csinálod, azt csinálod, hanem meg kell vele beszélni, már partnerként kell kezelni. Csak ezeket az okokat az emberek elfelejtik, nem foglalkoznak velük, nem néznek utának, és hát sajnos az, hogy ma Magyarországon a 8-10% a sportot csak a gyerekeknek, nagy mértékben ez is befolyásolja. Szülőként te például a gyereket terelgetnéd, vagy terelgetted valamilyen irányba? Mondjuk annak ellenére, hogy mondjuk nem érezte rajta semmiféle affinitást? Tehát, hogy te mondjuk azt mondod, hogy birkoztál, akkor legyen belőle is birkózó, mert apád is birkózó volt. Tehát volt ez nálad? Igen, nálam nem volt. Apád is birkózó volt, te is birkózó lett, úgy csak meg azt a anyád meg jön csinálja. Nagyon rendes, hogy egy kultrát a diplomás. Ami a lényeg az, hogy nem, hát én a gyerekem azt csinált 3 és körülbelül a karatézet egy másfél vagy 2 évet. Az a lényeg, hogy mozogjon, akkor kungfúzott, akkor kosárlabdázott, golfozott, kézilabdázott, kosárlabdázott a gyerek, akkor elment birkozni, akkor utána azt mondta, hát én nem megyek ide a fogyatékos közé, akkor abba hagyta. Most meg nem lehet lerázni, úgyhogy azóta meg világbajnok lett, úgyhogy boxol, birkozik, MMA-zik, zongorázik 6 éve, énekeltem, tehát csinál mindent a gyerek. Elég széles paletta. Igen, hát a lányom ugyanezt csinálta egyébként, ő kickboxos volt, volt világkupán bronzes, ugye most már idősebb, de ő is focizott, kosarazott, úszott, tornázott, táncra járt, minden, sőt, tehát a fiam is járt akrobatika, egyedül volt a fiú, és élvezte is nagyon. RSG nem. Volt, hogy mit csinált? Én akrobatika rock'n'rollt csinált. Ja, azt hittem, ilyen kis szalaggal a kezébe hullahopp karikázott, mert ne, akkor azért beszéltem volna veled, Norbi. A VVS-i torra, a kisbabaszt én csináltam. Igen. És most szinkronúszásra jár a fiad most egy éve, és nagyon szeretsz. Hogy csipetszel, és nagyon kedveli. Majd találkozunk mi még azért személyesen. Nem gondolom. De ami a lényeg ennek, hogy minél több mozgásanyag legyen, tehát ne legyen az úgynevezett szakmai szóval korai szakosítás, hanem minél több játékot, minél több mozgás, minél több sportnak az anyagát vegye fel a gyerek. Természetesen, amit szeretne csinálni, annak is azért, tehát egy héten 2-3-szor lent van, az nem baj, és tanulja dolga, csak ne próbálj meg túlterelni. Tehát ne akarjuk a 10 évesen azt elérni, amit egy felnőtt 22 vagy 24 éves emberrel. Nagyon jó. Hát komolyan mondom, Norbi, téged hallgatva, hát mindig megfogalmazódik bennem az a kicsit, ki az a Vekerdi? Ki az a Feldmár András? Nem? Hát... Te szeretnek, jó. Jól van. Na, örülünk, nem, hogy ez sikerült átjutni, azért ez jó, hogy nem fogják egymást törni a gyerekek, ez egy jó dolog. Hát, mondjad, mit akartál? Azt gondolom... Azt akartam mondani, hogy itt ennek a fontos lényeg, hogy akik edzők gyerekkel foglalkozik, egy élettel törődnek és foglalkoznak. Tehát ez pszichológusa, apja, anyja, testvére, nővére, húgának kell lenni egy edzőnek, és ezt meg kell érteni. Tehát itt nincs mese, muszáj haladni a korral, muszáj mindig utána menni a legújabb és a legfontosabb modern technikáknak, tudomásul kell venni, és az, hogy tanulni kell, és fogy, és egy ember, egy életről van szó, aki a kezünkben van. Tehát ezt nem szúrhatjuk el. Ha elszúrjuk, az egy óriási pedagógiai deficit egyébként. Hát Norbi, még a szókincsed is bővült, mióta utoljára találkoztunk. Hát nem, ezt is már egy könyvet olvasok magam. Ez új volt, ezt a múltkor még nem sütötted el. Amióta elkezdődött ez a beszélgetés, rengeteget fejlődött. Igen. Próbáltam egy kicsit én is, de hát... Pedagógiai deficit. Amit hozol, azt nem tudom követni, alacsonyan vagy, ne haragudjál, de már nem tudtam, hogy lemenni. És amíg a felső polcon lévő könyveket is elérted volna a beszélgetés közben, azért nem egy könyvtár vagy a lexikon, mert minden itt, tudod, nagyon fontos dolog. Norbi, imádunk, köszönjük, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Ciao, Növényi Norbert, köszönjük szépen, ciao. Pedagógiai deficit gyerekek, hát komolyan, tényleg, ki az a Feldmár? De nem? Hát, miket tud a Norbi? Egyébként jókat mondott, tényleg. Óriási volt. 8 évesen a gyerek 6 fajta sportra jár, zongorázik, balettozik, angol tanul, franciát tanul, nem tudom, mit csinál, és közben még este 10-kor még gyorsan megiratjuk vele a házit évfélig, tehát teljesen nonsens. De bár ez pozitív értelme mondta, hiszen ez az ő fia, kiről most beszél. De nem így van ez a szétterhelés a gyerekeknél? Sok, idejáratod, odajáratod, és elfelejtik a legfontosabbat, hogy a gyereknek nincs más feladata, mint egyébként, hogy játszom, mert hogy abból tanul. És hogy jól érzem magát abban, amivel foglalkozik. Látsz, ilyen kis hátizsákos gyerekeket egyik foglalkozásról a másikra totálisan boldogtalanul rohanni, nem? Mert ott van ő meg nem élt álma, vagy az a vágy, ami neki nem sikerült a saját életében, majd megéli a saját gyereken. Mit csinál? Üti, veri, vágja a gyereket. Nem a szó legszorosabb értelmében, hanem megkövetel tőle dolgokat.
Közben a gyerek pedig totálisan elfelejt egy gyereknek lenni. Pedig ez lenne a legfontosabb feladata, nem? Hogyha akar, akkor két óráig dünnyögjön egy autóval, 6 évesen, vagy 3 darab katonával, és játszom. Nem? Hány szülő csinálja ezt? Hát ez egy betegség egyébként. Abszolút jellemző egyébként, és tökéletesen. Ha nem beszél 5 évesen 3 nyelven, meg nem jár angolovodába, meg angoliskolába, meg nincs, mit tudom én, X foglalkozása, meg 600 külön órája, akkor lemarad valamiről. Hát pontosan egy gyerekkoráról marad le egyébként, és ilyen kicsit koravén, ilyen nagyon terhelt, álmatlan, szorongó, rosszul teljesítő, beesett arcú gyerekek lesznek előbb-utóbb azok, egyébként tényleg, akiket így mondjuk fiatal gyerekkorban szétterhelnek. Picsit nagyon sok ismertem. Tessék, hát téged nem terheltek szét. Igen, most valamelyik nap is jött az Ecseri útnál, hogy oda jött hozzá valaki, és kérdezte, hogy kisfiú, olyan kis szétterheltnek álmatlanak. Sem mondta neki, bácsi, csak vegyél óram, lesz a hátizsákot, mindjárt sokkal jobb lesz. Ha felhozná a lépcsőre ezt a rohadt egy táskát, azt megköszönném. Tiam, kisfiam, már látszőrösödtél, annyira szét vagy terhelve. Hány éves vagy? 12? Hát lassan 43. Jó, vagy mivel segít ezek át, hogyha meghívna egy kávéra itt a Lipótiban, azt az megköszönném. Aztán tipli van, öreg. Mondtad neki. De aztán olaj. De nem tényleg. Nem azt gondolom, hogy a szülő hibás. A szülőben sokszor van egy vágy, hogy jaj, a gyerek nehogy lemaradjon valamiről. Nyilván az ember nézi tényleg, hogy hova tudja járatni. Én is kicsit olyan vagyok, hogy kicsit ide, kicsit oda próbálom, aztán mindig rájövök, hogy jaj, nem. Meg sokat beszélgetünk erről a Vikivel, hogy mire kell, mire nem. De hát ez a rengeteg dolog, amivel terhelik a gyerekeket, ez szörnyű. Meg amikor nem az az elsődleges szempont, hogy a gyereknek mi a jó, meg nem az van az előterében a gondolkodásmódodnak, hogy ő egy külön individuum, egy külön személyiség, és nem a te kicsinyített másod. Ja, nem. Akkor, hát én nálam fél magasabb a lányom már. Hogy hát, alapból már hogy lenne a kicsinyet máson. Kicsit rosszabbul szólsz hozzá lefeje. És a szülő a saját álmait igyekszik megélni. Azokat a dolgokat próbálja meg a gyerekkel létrehozni, vagy összehozni, amiket ő annak idején nem élt meg. És azt mondja, hogy ja, én nem voltam kung-fu bajnok, ja, én nem voltam harcművész, ja, én nem hát voltam, hogy hívják, szertornász, akkor majd belőle lesz. Nézd meg, hogy a szépségversenyeken például általában bűrondák az anyukát. Ez egy tendencia. Tehát ha megnézed, hogy milyen 6-8-10 éves gyerekeket indítanak el szépségversenyeken, akkor nézd meg egyébként egy zsíros hajú, elhízott, rondán svinkelt, rondán kinéző anyukák. A legtöbb esetben nyilván nem mindenki. Én azért már láttam jó kis milfeket is. Jó, te 100-ból egyet is kiszúrod, mert ezen a szemed. Iszonyú a recept. Hát egy saját be nem teljesült, meg nem élt vágyait, sose volt szép, sose lesz szép, a gyerekre nyomva, agyon sminkeli 8 évesen, fölállítja a színpadra, úgy néz ki a gyerek, mint a 13 éves lenne, koravén az összes. Tehát nézd meg! És általában ilyen típusú anyikák ütik, verik, éheztetik, és lökik föl az egyébként zokó gyereket a színpadra, aki nem akar, csak nincs más választása. Ez abszolút látható tendencia. Mert a szülő egy meg nem élt álmot próbál ezzel egyébként valahogy úgy egyensúlyozni a gyerekben, hogy ő majd álljon kifutón, meg legyen szép, meg legyen 8 évesen szépségkirálynő. Hát ez aztán nagyon fontos. Egyébként tényleg el nem múlhat úgy élet, hogy nem vagy szépségkirálynő 8 évesen. Ráadásul a gyerekek rengeteget fognak még később változni, fizikailag is mindenféle tekintetben, és lehet, hogy néhány év múlva a gyereknek már semmi köze nem lesz ahhoz. Ahhoz a kis szépségversennyert kislányhoz, arról meg nem beszélve, hogy egy csomó fajta fura frusztrációt is elindít benne, meg egy nagyon rossz irányba tereli lelkileg a gyereket. Hát hogy ne? Hát 8 évesen hozzászoksz ahhoz, hogy ketten fésülik a hajat, hárman sminkelnek, megcsinálják a körmödet, hát utána hogy térsz vissza egy normális gyerekkorban? Utána hogy öltözöl fel egyedül, hogy szoksz meg dolgokat, hogy valamiért küzdeni kell, ha 8 évesen azt látod, hogy 3 fodrász, 6 sminkes dolgozik rajtad, anyukád meglátóról, hogy mennyi meg kell nyerni a szépségversenyt, nem? Hát utána normális második gyerekkor lettél, nem? Most nem állunk szóba egy hétig. Második lettél, most büntetés van. Igen. Hány ilyen szülőt látok. 9:30 múlt, pontosan 1 perc, jönnek mindjárt a nap legjobb pillanatai. Jó, ha valakinek van friss közlekedési híre, akkor küldje nyugodtan, mi pedig jövünk a reklám után. 3:40 lesz, pontosan 6 perc múlva hello minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, van egy trafink a 4. kerületben, méghozzá Halom utcánál, úgyhogy ott ne száguldozzon senki. Ez egyébként, igen, nem tudom, hogy kértem, mert nem írt alá, de köszönjük szépen. 84-es főúton Uzsánál a KPM szedi szét a kamionokat ellenőrzés céljából, Kujtorgó üzente, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Az Árpád hídon láttam egy rendőrautót, lehet, hogy trafiznak a Margit hídi lejárónál, de az is lehet, hogy nem. Kata írta nekünk. Ez köszönjük szépen. Vecsés felé az Üllőin van egy trafi, ez egészen biztos, méghozzá vasúti átjáró előtt, ezt Mesi küldte, és az M0-ás Szegedi kihajtójánál nagyon csúnyán visszatorlódott a forgalom, ott is nehéz a haladás. Ati üzente ezt nekünk, köszönjük szépen.
Volt benne egy nagyon kedves úriember, és kaptam tőlük egy marha jó kis ledes lámpát azért, hogy nekünk legyen világításunk majd kint a dzsungelben, Afrikában, és én nagyon örülök neki, megmondom őszintén, mert akkor majd meg tudjuk vajra világítani azt a bokrot, ahol Feri bújik el. Hát, ha beérik vele is. Nem kell azt megvilágítani, hát úgyis mondani fogja a Feri. Papírt hozott! Papírt hozott! Levelek, lapú levelek, valami segítsen meg. Te vagy az, Feri? Ahú, Feri. Basztus, ez is átszakadt. Feri, te vagy az? Ja, igen. És kaptál csak úgy elemlámpát? Mondjuk te az vagy, aki egyébként egy elemlámpából is négyet hozol, tehát rád fér a tarcsi három elemlámpád mellé egy negyedik. Így van, most minden farzsebemben lesz. Igen, tehát ha valaki ez át akarok menni a bungalójába, mert tudom, hogy nálam minden túlélőszett ott van, az te vagy. Mert hogy minden lesz nálad. Egy rettenetesen erős, masszív szerkezet, egyébként többféle fokozata is van, és úgy világít, hogy ebben a, ez egyébként tökéletesen kivilágított, mint egy karácsonyfa, úgy ízik itt ez az egész szoba, még itt is látszik a fénye, úgyhogy nagyon jó lesz, és mondta az úriember, hogy akár közelharcra is jó. Mármint nem ő, hanem a lámpa. Iszonyatosan nehéz, masszív. Nagyon jó. Már mi, hogyha megtámad egy állat majd? Aha, például. Igen? Azt mondja, hogy figyelj, azt csinálom majd, hogy a szemébe világítok, ezzel elvakítom, és utána pedig fejbe gúrom el. Jó? Figyelj, játsszuk el. Szemedbe világítok, és utána pedig az a baj, hogy szerintem ez nem segít. Hallottam, hogy ott milyen állatok vannak. Tehát nem hiszem, hogy mondjuk a fekete özvegy az téged ott nagyon, ha bele világítasz a szemébe, akkor arrébb megy. Bizony. Főleg, hogy benne lesz a cipődben. Hát, igen, egyrészt ezt nem fogom látni, amikor majd reggel bebújik a mamuszomba, hogy hány feketőzve egy lakik éppen akkor benne. A másik pedig az, hogy szerinted egy ilyen lámpától megriad egy kobrá. Kobrá, az biztos, hogy nem. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma. Szóba jöttek kora reggel az idióta elírások, és arra kértük hallgatóinkat, hogy küldjenek nekünk olyan elírásokat, amiket különböző bevásárló központokban lehet látni, munkahelyeken, WC-ajtókon, Jani is hozott néhányat, és egészen elképesztő dolgokat küldtek egyébként hallgatóink, ezekből szemezgettünk. Valamint ugye vendégünk volt Tóth Gábor, és érdekes dolgokat mondott a táplálék kiegészítőkről, fehérjeporokról, aminósavakról. Rengeteg ember használja ezeket, arról faggattuk, hogy hogyan és miképpen kell ezeket a szereket használni. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 10 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi kitelepül valahol, azt nézem. Tényleg? Magányosak vagyunk. Hát, majd szerintem ő ezt biztos mondhatja a műsorban, nem tudom. Csak látom, hogy ilyenkor már itt szokott így sűrögni forog, de nincsen. Hívjuk a naphallgatóját, jössz Anna. Anna, légy szíves, fáradj. Anna! Ugye a kérdés, hogy no, ki a naphallgatója? Ugye? De rossz, úristen. Az megvan az a... megvan az a vicc, rádió műsorra viccet mondta legalja, hogy Titi nagypapa megy az erdőbe, és megszólítják. Állj, Titi, no. Ja. Úristen. Bocsánat. Titi nagypapa. Morning show. Ej, de nagy vagy. Ezt figyeld. Ha ez a taps neked szól. Kicsit analóg ez a taps, de nem baj. Nem baj. Rosszul hallok. Igen, rosszul hallasz minket? Most egy fokkal jó. Akkor nem is leszel a naphallgató. De hogy nem. De milyen, igen, csendes vagy is. Aztól kiváló, nagyon örülök. Na. Igen, Némo, így hívnak? Igen. Én azt hittem, egy picit fiatalabb vagy, ugye az SMS-ed alapján legalábbis erre következtettem, mert hogy azt írta, sziasztok, a közlekedési hírekben elhangzott, hogyha autóban hát, ülök. Tényleg nem hallok semmit. Nem baj. Osszam meg, mit látok? Hát én az apámat látom hátul. Ja. Igen. És ezzel települ a naphallgatója. Na. Hát, nagyon örülök, ez természetesen nem így van. Törtem a fejemet, hogy mit írjak. Próbáltam valami, vagy nagyon vicces, ez nem jutott eszembe. Így egy nagyon rosszat írtam, abba bízva, hogy én leszek a naphallgatója. Na. Látod, sikerült. Látod, nálunk még ezzel is lehet nyerni. Igen, még a rossz poénokat is értjük. Nem, azt hittem, egy 8 éves gyerek veszi föl, vagy egy 10 éves gyerek, aki tényleg elküldte ezt az SMS-t, hogy az apját látja. De így is jó volt. Olyannyira jó, hogy van egy nagyon szép kis ajándékod, mert adunk neked egy nagyon szép telefont. Jó, a reklámblogban meg tudod hallgatni, hogy milyen, ezt mi fogtuk, láttuk. Irgalmatlan profik és telóról van szó, és hogyha meg tudod jegyezni, ha nem tudod megjegyezni, majd utána nézel, keres rá egy Detko Dávid nevű srácnak a nevére, aki hasonló készülékekkel egészen durva fotókat készít. Tényleg hihetetlen a srác, és akkor majd rájösszem, hogy ez egy 20 megapixeles kis kamerával rendelkező készülék, tényleg nagyon kell neki örülnöd. Igen. Hát tényleg nagyon örülök. Na ha, akkor jó van-e.
Jó van. Oké, néból halljuk, hogy örülsz. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Köszi, minket hallgatsz. Hello, hello. Tegnap megnéztem a srácnak az oldalát, hihetetlen súlyos képeket készít ilyen jellegű telefonokkal, és megdöbbentő az, hogy ez tényleg egy telefon tudja, és nem pedig egy fényképezőgép. A kedvencem az, amikor a saját macskát fényképezi le egy makróval úgy, hogy a macskának a szemében látszódik ő is, és a telefon is. Hmm. Az jó. Nem láttam ezeket. Hihetetlen ügyes srác. Érdemes rá odafigyelni. Detko Dávidnak hívják. Keresetek rá nyugodtan. Jó van. Csabi, itt vagy? Hello, jó reggelt! Itt vagyok. Szevasztok, jó hello, reggelt! Hello, Csabi, mi újság? Hol vagy? Képzeljétek el, ma nem fogunk találkozni, mert nem megyek be hozzátok, mert félek, mert most fertőztök, tehát még el se utaztatok. Képzeljétek el, egy budai bevásárlóközpontban vagyok, 11. kerület, nem mondhatom, de az Alli, mert hogy ma van itt a Hipernet nap, nem csak itt egyébként, hanem szerte az országban, de én itt vagyok, és itt várom személyesen a klassz hallgatókat, és azonnal hipergyorsan teljesítem a kéréseket délután 3-ig. Sőt, még a Garami Gáborral is lehet találkozni, mert ugye lesznek ilyen helyszíni játékok, és lesz itt a műsorvezető, és még akár okostelefont is lehet nyerni, úgyhogy érdemes meglátogatni. És remek zenéid is lesznek, Csabikem? Ja, azt nem hoztam, de vicceltek velem. A Chromio nevű duót ajánlom. Nagyon-nagyon ritkán találkozom olyan funky felvétellel, ami egy kicsit előre mutat, és nem olyan, amit már hallottunk ezerszer. Hát a funkyban újat mutatni azért nem nagyon lehet. Na most a Chromio ugyanez, tehát hozza azt a jól megszokott funky ízt, viszont két nagyon jó énekesről van szó, ugyanez egy duó, és a Jealous nevű klassz slágert hozom. Hm. Szeressétek, mert jó. De van olyan, mint a Back to Black? Nem lehet hozzájuk hasonlítani, mert igaz? A Back to Black mindennél jobb, hiszen ők Magyarország legjobb funky zenekara, de csak a Garami Funky Staff után. Ezt? Ja. Igen, ők nem nyaltunk még be. Várjál. Van még a Back to Black egyébként? Hogy ne lenne, persze. Csajtétom, amit nagyon kedvelem egyébként. Jól van, Csabikám, jó munkát neked akkor, jó? Kösz szépen. Telefonszámod ugyanaz, vagy SMS-ben kérjenek inkább dalt? Hogy hogy van ez SMS, és mivel ugye ma van a Hipernet 4G nap, ezért aztán azonnal felgyorsított internettel azonnal megkapom a e-mailben küldött kívánságokat, és úgyhogy a Facebookot ajánlom. A Klassz FM Facebook oldalán bátran küldjenek. Feri, ez meg mennyi föl? Szerintem annak sokkal jobban örülne. Vigyél föl neki, mit tudom én, banánt, narancsot, meg egy oldal császárszalonnát. És két tiszta alsót. A Feri, tudod, mi neki örülne, amitől meg is gyógyulna? Egy liter pálinkának. Hát szerintem van nála otthon. Tehát, hogy... Hogy lehet beteg? Amit jelen félnék, hogy a Feri kiszárad. Tehát ez a veszély, vagy hogy éjjel hal. Tehát ha egy évre magára csukna a lakását, szerintem vidáman jön neki egy év múlva, úgyhogy egy grammot nem veszítene a súlyából. Az konkrét az egy élét. Egy szobában vannak a gyerek, a másik szobában pedig csak hordó. Igen. Ti holnapig vagytok, mielőtt elutaznátok? Olyannyira vagyunk, hogy még jövő héten szerdáig mi vagyunk. Ja, utós. Akkor még találkozunk. Még találkozunk. Jövő héten szerdán este indulunk. Janival. Úgy fogtok hiányozni. Na jó, ezért nem fogsz jászai maridíjat kapni. Jó, csak a hangom sírom, úgy nevetek. Igen, ne hazudj rólad. Jó van, köszi Csabi, vigyázz magadra, jó munkát. Ciao, hello, hello. Szia. Ciao. 4 perc van, pontosan 10 óra. Igen, mindent elmondtunk. Csabi jön a kívánságműsorral, akkor nem mondom az 555-55-00-at, ne hívjátok, jó? E-mailben és SMS-ben lehet tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.